6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, hello Laci. Hello Bocsi, jó reggelt. Reggel, Gyuri, jó szia. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Anett. Hát jó reggelt, azt hittem, hogy kihagytok. Ne, hogy hagyunk ki. Milyen szép a hajad, meg lehet egy picit tépve, ugye? Fodrásznál voltál. Köszönöm szépen, igen, voltam a múlt héten, pénteken. Jó, picit. Fele más direkt, gondolom igen, én. Igen. Remélem egyébként, hogy... Elindultál a trendi vonalon. Igyekeztem. Jó van, csinos vagy, nagyon jó, elkezdődött. Új hét, új élet. Minden új. Új év. Azt mondják a nőknél, hogyha új haj van, akkor az... hát a legtöbb dolgokat. Nél, de hát ő neki nincs mit otthagynia, és nincs mit elkezdenie. És milyen igaza van a Gábor? Ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott élet. Milyen igazad van? Ezt egyébként csak magamnak csinálom. És mégis jól jár a fodrász, igen. Laci is megborotválkozott. Nálad is van valami változás? Nem tudom, úgy gondoltam, hogy elég. Ennyi. Nálam nincs, ugyanúgy nincs változás, mint annak. Elég a rondaságból, vagy minek? Miző rondaságból? Minek intettél búcsút? A szakáll a rondasággal egyelő neked? Nem. Nagyon sok embernek szóltál be most egyszer. Nem igaz, de hogy is nem. Attila szép például a szakállában. Attila szép, bár Attila is jobb képű szakáll nélkül. Ja, ilyen régi fotókon láttuk, hogy azért Attila karcolt, akkor is elég igen, jó, igen. Szakál. Viszont Kriszti tiltakozott, hogy a régi Attila szép ényét mutassa meg, és ezért... Egy ilyen esztétikai börtönbe zárta a Kriszti az Attilát, nem engedi ki a szakállas létből. Esztétikai börtön, milyen szép, így van. Na, gyerekek, első SMS-eink, a gyors köszöntők, reggel a McLaren-es is felébredt, képzeljétek el. Uraim, Eger minusz 9 fok, nem ma fogom elkezdeni a reggeli futást, jó reggelt, a McLaren-es. A Facebookon is élőben vagyunk, és itt is jönnek most már a kommentek, úgyhogy kövessetek minket, meg csatlakozzatok. Hideg van Mosonmagyaróváron, az oké, írja Balázs. Soproni határon hatalmas sor van, írja nekünk Kolos. Oh, na, aztán sziasztok, jelentem, szombaton megkaptam a Covid elleni oltást, minden oké, a chip aktív, most már bárhol megtaláltok. Ez Laca Biáról. Illetve a gitártorzító pedál, ugye, amit az olasz az összeesküvés elmélet. Jó reggelt, IQ királyok, Föni, abban az ivós táborba, ami Risztov Éva elmaradt gyermekkori italbevitelét hivatott pótolni. Hogy lehet jelentkezni? Mi? Várjál. Javaslom, készüljön róla felvétel, mert sanszos lesznek, kimaradt jelentek bőven. Szép napot mindenkinek, Árpika. De ma a hashtag bocskorban beszéltünk arról, hogy neki ugye a sportolói évei miatt kimaradt egy csomó minden, például osztálykirándulás sose volt. Ó, mondom, rendeljünk egy buszt, menjünk most. És azt mondja, ilyen biztos, hogy vittek akkor a fiatalok bort magukkal, meg berúgtak titokban, meg minden, és mondom, persze, viszünk műanyag palackos bort, meg minden, évi megyünk, és aztán persze rosszul lett attól, hogy én javasoltam ezt, de hát nekünk ilyen a viszonyunk. Mert nem engedteni, de nem veled. Mi? Én mondtam, hogy az egész tini korodat bepótolom, évi. Minden felelőtlenséggel együtt, így van. De aztán erről lemondott. Tehát te egy komplett kamaszkor vagy. Na, jó reggelt kívánok mindenkinek, kezdődjön. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kezdet? Kezdet kezdődjön. Nem baj, újabb hét, mínusz 12 fok van, Vác, Sejcén, Jani. Igen, itt Gyula rosszabbakat írt Tatabányáról, mínusz 14-et, Oroszlányból mínusz 14-et, Ági, szóval ez most elég rendesen itt a Facebookon, ahol tudtok minket követni, bocskor. Jó reggelt, a Hegyaljó út minden dolgozójának ezek mi vagyunk. Nem különben köszöntöm a McLaren-est, a Csibést, meg Árpikát és a többieket, már vártam a hétfőt, de gondolhatjátok, hogy nem a meló miatt. Egy dolog még fontos, megemlítenem, tegnap örökre elment a gyerekkorom szilveszter estéjének főszereplője, nyugodjék békében, Sas Józsi bácsi, Tibi Dániából, és igen, bizony. És tegnap ugye egész nap, gondolom mindenki olvasta a cikkeket, tévében megemlékezéseket láttunk róla, nyugodjon békében, Sas Józsi bácsi, így van. Na, az időjárás jelentés Anett kezéből megérkezett, jó hosszút írtál, Anett. Igyekeztem, most egyébként tele voltam információval erre a hétre. Vannak jó híreim. Nem csodálod, hogy fejhallgató nélkül is hallak? Gondolom, hogy nem hallasz. De mondom, hallak. Komolyan? Válasz volt. Azt hittem, hogy a számról olvas. Nem. Na, új hét, új lehetőségek. Így kezdi Anett. Ma és holnap letudjuk a mínuszokat, a havazást, a havasesőt és a szeles időt is. Így van. Ma is holnap, tehát akkor még holnap lesz ebben részünk. Így van. Jó. Most még hihetetlen, de szerdától beugrik hozzánk néhány napra a tavasz. Hello.
Beugrik a tavasz. Hét közepére napos idő, és akár plusz 10 fok is lehet. De csütörtökön további javulás várható plusz 7 és plusz 12 közötti csúcs hőmérsékletekkel. Még a péntekkel sem lesz semmi baj, plusz 10 fokra is sok napsütésre készülhetünk. Ez óriási. Nagyon jó lesz, és egyébként a hétvégén sem lesz mínusz, tehát hogy ilyen pluszok lesznek, ilyen plusz 7, plusz 10 fok. Na, remek. Ma napközben mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, ha szerencsék lesz a középső tájakon, még napsütésre is számíthatunk, lehet hószálingózás is, de nagy mennyiségű hó biztosan nem hullik majd. Szuper. Piroska névnap van ma. Igen. Azon gondolkodtam, hogy a vágó piros, ő piroska lehet? Vagy ő piros? Én nem tudom, azt hiszem törzskönyvezhető a piros név is külön, nem csak a piroskából. Na, a vágónak törzskönyve van? Hát most arra gondolok, hogy a nevet azt tudod. Van ez a hivatal, ahol bejelentett, hogy mi lesz a gyereked neve. És akkor adnak egy törzskönyvet. Hát ilyen eredetiségvizsgálat meg ilyesmi. Igen, igen. Na, és a szülinaposok. Ma ünnepel Jakub Cseh Gabi. Ha ébren van már, akkor boldog már ünnepel. Ugyanezen a napon Tóth Andi? Igen. Na, keressük meg a hasonlóságot. És Nyilasi Tibor, labdarúgó, ugye? És Kevin Costner. Bizony. Nyilasi és Kevin, illetve Costner. Ők mind a ketten 66 évesek. Igen, egy napon születtek. Tibi és Costner, igen. Tibi és Costner. Gabi és Tóth. Na, van bármilyen közös vonal, ami múltkor találtunk Elvis Presley és Kim Jong-un között? Muszáj négyük között? Nem tudom, hogy muszáj, csak tudod, a csillagok állása, szét, azt mondják. A csajok közt meg a fiúk közt. Nem biztos, mert az a kizárod a lehetőség, hogy a Tóth Andi és a Nyilasi Tibor között van hasonlóság. Tehát Tóth Andinak nagyon jó a lába, a Nyilasi nem meg csak. Jól tud vele rúgni. Nem, az nem kizárólag. Ja, hogy... Nyilasinak meg jó a melle, értem. Igen, vagy Kevin Costner például jól mutat a kamerán, és a Jakub Cseh. Nem, nincsen. Nincs semmi. Hát ez igen. Ez a törvény, amit felállítottál, ez billeg. Nem én állítottam fel, csak elképzeltem, hogyha azt mondják, hogy van horoszkóp, azt mondják, hogy a születésed kor, ugye a csillagok állása befolyásolja a személyiségedet, karakteredet, mi egymás tehetségedet, akármi. Ezért gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy akik ugyanazon a napon születtek, van-e bennük valamiféle hasonlóság. Jó, de a Facebookon egyébként élőben vagyunk most is, úgyhogy ha valaki mégis érez valami hasonlóságot, azt megírhatja kommentben nekünk, én kíváncsi vagyok. Jó, persze, de most akkor látod a kommenteket. Azokat én látom. Jó, bármikor jön egy komment, légy szíves, szakíts félbe az adást is. Törődj velük. Jó? Jó, rendben. Eger, mínusz 8 fokos, most üzeni a Gyuri, mínusz 3 lesz csak a csúcs sok felhő mellett. Szombathelyen mínusz 10 van, azt a mindenit. Ott is mínusz 3 a csúcs, és ott lehet havazás is. Lehet havazás Szegeden is. Mínusz 9-el indulnak, mínusz 1 lesz majd a maximum. Budapest mínusz 6 fokos, most mínusz 1 a maximum. És lehet havazás nem csak Szegeden, hanem Budapesten is. Jó, gyerekek, nézzük. Vakcina a témánk ma is. Ó, ne, bocsi. Már kérlek, megint ne, ti már is. Megint vakcina, ti is. Mennyit fizettek ezért? Mennyit kaptatok? Nem. Mert mindig vannak új kérdéseink. Azért vakcina a téma. Szerintem ez teljesen oké. Mert... nyilvánvalóan mindenki képbe akar kerülni, hogy most mi a helyzet. Mi a helyzet azokkal a vakcinákkal, amik esetleg érkeznek. Igen, meg hány féle érkezik, mert bocsánat, egyre több féléről hallani, ugye? Így van. Jelenleg a Pfizer és a Moderna az, ami bennünket elért, de nagyon-nagyon kicsi számban, tegyük hozzá. Igen, akkor az orosszal én nem tudom, hogy mi van, mert ugye azt vizsgáltuk mi, aztán hetekre eltűnt ez az ügy, és nem hallottunk már róla. Már nem is hallunk róla. Már nem is hallunk róla egyáltalán. Igen, és azért azt ne felejtsük el, hogy valamelyik virológus azt mondta, hogy ha ebben az ütemben folytatódik az oltás, akkor év végére lesznek csak beoltva a veszélyeztetett csoport. Igen. És akkor a tömeg még messze nem, ha ebben a tempóban, tehát valaminek történnie kell, és nyilvánvalóan mindenhol mindenki körülnéz, hogy hol lehet vakcinát szerezni, minél gyorsabb. Ez minden ország ezt teszi, ami teljesen rendben is van. Ugye most a kínai vakcina, mint olyan merült fel, hogy abból viszont tudnának tömeget szállítani. És abból is van kétféle, nem? Hú, ezt most tőlem ne kérdezd. De én úgy hallottam a hírekben, hogy van kétféle, és az egyik az nem tudom hány, az valami 70-valahány százalékos. 79, igen. Igen, a másik az meg csak 50%-os, és hogy ez nem az mRNA-s technológia, hanem az elölt, elgyengített vírus van benne. Hogy így van, elölt, elgyengített. Sok mindent lehet hallani, úgyhogy egyre több az információ, és jó lenne ebben mondjuk tisztán látni azért, hogy... Már csak azért is, mert érdekes módon a magyarok is fejlesztenek vakcinát az osztrákokkal kézenfogva. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, hogy igen, hogy nulláról le vagy sem is. Ezért mi ma a
Pécsi Egyetem, jól mondom? Van, Pécsi Egyetem Virológiai Központjának a vezetője egyébként. Aki Jakab Ferenc, virológus professzor, és őt hívjuk ma fel, mert ő egyrészt nyilván képben van, hogy éppen ezek a különböző vakcinák mit tudnak, másrészt ők a fejlesztésben is részt vesznek. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők hol kapcsolódnak, tényleg nulláról kell ilyenkor elindulni, vagy... Nekem egy csomó kérdésem van. Nyilván a kínai is érdekel, mi az, hogy 79%-on, akkor másik 95%. Ez most nekem különbsége. Kettő. Engem az is érdekel, hogyha megvan a vakcina, és nem tud gyártani a Pfizer, mert a kis ampulla futószalagja lassú. Igen. Akkor miért nem lehet, és nálunk van egyébként a gyógyszergyártás Magyarországon, ilyen nagyon jó működik. Így van. És nagyon nagy hagyománya van. Miért nem lehet azt, hogy mit tudom, megvesszük a licenszet, a Pfizer-től, és elkezdjük itthon gyártani. Elmondják, hogy mit a Coca-Cola-nál. Idehozzák Atlantából a kis szirupot, és... Kis táskában és nagy mennyiségű vízzel. És nagy mennyiségű vízzel mi megcsináljuk a kólánkat. Tehát, hogy miért nem lehet ilyen alapon ezektől akár pénzért megvenni? Tehát ugye nyilvánvalóan az egész egészség és a gyógyszeripar az hát egy nagyon-nagyon profitorientált dolog. Miért nem lehet pénzért ezt megvenni? Pontosan azért, hogy ne halljanak meg emberek, és akkor megkapja a Pfizer is a magáét, mi meg itt legyártjuk. Tulajdonképpen licensz alapon. Lehet, hogy úgy vannak vele, hogy mi nem tudnánk jól belerakni a csipet. Na jó, a csipet, igen. Nem, ez tényleg érdekel. Tehát ugye Jakab Ferenctől ezt is megkérdezzük. A másik, amire te is céloztál, hogy ha mi gyártunk vakcinát, vagy fejlesztünk, akkor miért kell nulláról kezdenünk? Miért nem lehet vagy lelopni, vagy ugye a külföldi vakcinákat, tehát csak van képességük, készségük arra, hogy ezt kielemezzék. Miért nem lehet lelopni, vagy miért nem tudunk együtt működni másokkal. Miért kell nulláról elkezdenünk? Hát igen, magyarul a világ... A fejlesztést. Igen, tehát a világ gyógyszerkapacitásait, vagy gyártókapacitásait is meg lehetne osztani, másrészt meg azt a tudást, csak akkor meg már miért nem adja ide az egészet? Tehát az, hogy mi most honnan fejlesztjük, mit ad át a másik tudós, az illetve kezdve föl adjon át mindent. Igen, hát... csak most egy vészhelyzet van világszerte, tehát ilyenkor én úgy gondolom, hogy lehet, hogy át kéne kapcsolni a hát igen, mert tudományos oka nincs annak, hogy ne adja át, inkább üzleti oka van. Aminek érdekes beszélgetés lesz Jakab Ferenc virológus professzorra. Ez az egyik, a másik pedig mondhatom azt, hogy érintőlegesen COVID történet, ugye a sorozat nézés, mint olyan. Igen, igen, és hát abban azért te vagy nekünk itt a, nem is tudom, a példakép. Vezérlánk. Hát nem tudom, hogy példaképe, mert az a baj, néha ijesztő. Tehát azt tudnotok kell, kedves hallgatók, hogy a Bocsi most rákattant erre a Homeland nevű sorozatra, amit egyébként az ajánlásodra nem fogok úgy csinálni, mintha nem én is elkezdtem nézni. Hát Füksz baba. Hát azért nem, Füksz baba, babának hívott, halljátok. Gyere, adj egy ne, a következő van, tehát hogy nem tudom azért ki az, aki ilyen tényleg 80 gram per négyzetméteres fénymásoló papírra magának CIA igazolványt nyomtatott, azért, hogy még közelebb érezhesse magát a sorozathoz. Nem tudom, ki az, aki éjszakánként sokáig fönnmarad. Az nem én vagyok. Már meghazudtolsz, vagy mit csinálsz? Persze. Igen, igen, valóban van CIA igazolványom, de 9:30-kor fekszem. Valóban, hogyha meglát egy kamerát bárhol egyébként az épületben, akkor rögtön azt mondja, hogy annak be tudom kérni a felvételeit. Elkezdtél úgy, ezt lehet, hogy te nem vetted észre, vagy a környezeted, de mások. Nem vettem észre. Nem, Gyuri? Tehát, hogy úgy kezdett viselkedni, mintha ő szereplője lenne ennek a sorozatnak, és ez néha egy kicsit ilyen... A Gyuri azt most intett neked, hogy fogd vissza magad. Igen, ellövöd az összes muníciót a téma előtt. Az összeset? Hát figyelj, teljesen megváltoztatta a Bocsi életét, és egyébként találtunk erről egy cikket, hogy a sorozat függőség az bizony elég súlyos helyzetbe is tud fordulni. Tehát, hogy az ember életét egy picit szét tudja csúsztatni. Én nem hinném, hogy függő lennék. Én abszolút tiltakozom, nem hinném, hogy függő lennék, de látom, hogy a pszichológusomat is ide kértétek a vonal végére. Hát ugye, azt gondoltuk, olyan ember legyen, aki ismert téged valamelyest, úgyhogy Gosi Gabival fogunk beszélgetni, aki majd kicsit megvilágítja azt, hogy tényleg hogyan lehet-e rákattani egy sorozatra, milyen tünetekkel járhat. Ha látunk ilyet a környezetünkben, kezdjünk-e gyanakodni, vagy nem? Közbe kell-e avatkozni? Azt kérdez meg inkább, hogy lehet segíteni? Hogy lehet segíteni az ilyen elveszett lelkeken, mint én, aki CIA igazolványokat nyomtat magának. Ismerte be, Bocsi, hogy sorozatfüggő? Nem vagyok sorozatfüggő. Nem vagyok, és a tiltakozás nem? Az a másik. Persze, jelent. a nem beismerés, tudom. A tagadás. Na jó, egyébként tényleg erről lesz szó, ne vegyétek komolyan a Lacit, de tényleg erről lesz szó, hogy ez egy olyan függés tud lenni, mint bármi más, és ugye ennek vannak-e káros hatásai, stb. És ugye Gosi Gabriella, klinikai szakpszichológus, majd egy picit rávilágít erre a kérdéskörre, és hát ha egyikötök másikotok, drága hallgatók, magára ismer.
Vagy tud nekünk ajánlani sorozatot, hogyha Bocsi befejezi a Homelandet, akkor legyen mit nézni. Akkor nem tudom, mi lesz. Igen, a Homelandnek nem tudom, mi lesz. Mi értelme van az életnek azután? Na jó. Voga tanár úr pedig a hétköznapi extrém helyzetekben túlélési tippeket szeretne nekünk adni. Ez mi? Ez ilyen városi Rambó cucc, amit most itt ránk akar tolni? Nagyjából, de van ebben erdőben eltévedés, a fagyot túlélni, hogyha esetleg kimaradsz egy erdőben. De ugyanakkor esetleg, hogyha megpróbálnak kirabolni, akkor mit tegyél? Tehát sok hát minden... adod a pénzt, de egyébként... Sok minden felől el a témájam. Igen. Kin az erdőből kitalálni, fagyban túlélni. Jön a medve, ki akar rabolni. De ő ilyen, egy ilyen fehérvári Bear Grylls-es jelmezbe öltözik ma délelőtt? Vagy? Igen, amennyire én éreztem, ezt ő most nagyon összeszedte, és mindenkinek, aki egyébként városi ember, megpróbálja majd a túlélést megfogalmazni. De egy városi ember miért menne az erdőbe éjszakázni? Mert sétál, kirándul. Nem akar éjszakázni, eltéved. Hogy eltéved, az gáz, igen. Ő nem akar kimaradni. Megfagyva. Jó, alig várjuk. Voga megint teljesen eltalálta a nemzetünk idegét. A nemzetünk idegét, igen. Hogy mi lehet az a téma, amire 9 után nagyon... Igen, mi van, ha eltévedek az erdőben, mínusz 10-ben, szuper. Gyere, Kati, itt a rádióban most mondják, mit kell csinálni, ha eltévedünk, és jön a medve. Kb. Igen. Jó, ez lesz Vokcival, jövünk vissza a pénteki nap legjobb pillanataival, és itt arról lesz szó, hogy te rávilágítottál valami téma kapcsán, hogy a személyiségünk kiderül, ugye? Igen, mert hogy a szokásainknak a 40%-a az nem tudatos, azt csak úgy csináljuk, és ezekből egy csomó dologra lehet következtetni. Elég az hozzá, hogy a végén odáig jutottunk, hogy szerinted a Gyuri sokat billeg és zsákruhában van. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? A drága Laci bizony. Na, hát a Lacit mindjárt elmondja ő, hogy mi nyűgözi le. Itt egy pár SMS-t azért megosztok. Pénteken Dénes Tamás műsorába betelefonált Juli néni, aki 84 éves, és elmondta, hogy minden reggel hallgatja a Bocskot, és nagyon szereti a műsort. Innen kívánjunk jó egészséget a drága Julinének, meg sok Bocskor hallgatást. Üzeni a szlovák lány, de helyes. Köszönjük szépen. Nem is mondta a Tomi. Na, jó reggelt, Bocskor tím, kezdődjön a hét. Muri Enikőt hívjátok be egyszer a stúdióban, Nagykozári fuvaros. Nagyon szívesen, hogyha lesz valami aktualitása, Enikő szívesen. Persze, aztán ha majd zenélni is lehet nálunk, akkor az még jobb. Az még jobb, egyébként. Így van. Közben a Facebookon is még az élő alá írtok és külditek, hogy ugye itt a sorozatfüggőségről beszéltünk. Aha. Van, aki azt írta, hogy a mi műsorunktól függ, csak hát ugye ez úgy van, mint régen, hogy egy hetet kellett várni a sorozatra, nálunk is egy napot kell várni a következő részre. Most meg lehet darálni egyben a tévésorozatokat. Ez igaz. Ez tehát, igaz. Ez egy nagyon nagy különbség. Műanyag palackos bort nem tudok, de jó minőségűt viszek, ha lehet jelentkezni. Jóci a bordiller, ez nyilvánvalóan Risto Véva osztálykirándulás lesz. Igen, na jó. De gyerekek, kinek az osztálykirándulásán volt jó minőségű bor? Te legyünk már őszinték. Hát én csak annyit tudok, hogy amikor mi voltunk gimnáziummal Sopronban, akkor a Balfi út 140 alatt Erzsi néni a nagyon jó, milyen szőlőből volt? Otello. Aha. Otello szőlőből, és akkor az ilyen teljesen ilyen titkolt kocsma volt, igazából Erzsi néni egy idős asszony, nagyon aha. cuki, és akkor kinyitotta azt a mini kis ablakot, igen, és mondtuk, hogy hallottuk, hogy Erzsi néninek jó bora van, körülnézett jobbra-balra, majd nyílt az ajtó, és bendült egy csomó ember is borozott. Balfi út 140, egy emlékhely. De ez egy valós cím? Abszolút valós cím. Erre így emlékszel? Erre így emlékszem, hát ezt meg kellett jegyezni, nem lehetett leírni papírra. De az az érdekes, hogy ilyen kis ablakon, nincs otthon a zsebedben, láttam, onnan olvastam. Balfi út 140. Ne felejtsem, gyerekek, Sopronba járok. Nem csak, hogy mi történhetett ott bent, hogy kis ablakon kis, még szinte mert ez illegális kell. Volt, ez még az előző rendszerben volt, és illegális. Tulajdonképpen ő egy komplett kocsmát működtetett, úgy, engedély nélkül pénzért adta a bort, és ott elborozgattál, majd hazamentél. Ha hazatudtál. Ja. Na, valamint a szülinapos a legjobb sminkes Ilkó Zsófi, üzeni Barack. Hát most csodálkozom, mert hát én ismerem, ő az én Fejes Tomi barátom felesége.
Nem tudtam, hogy szülinapja van. De tényleg egy baromi jó sminkes. Igen, szülinapos. Aztán a nap beszólása Füksz baba. Hát figyelj. Kicsúszik ez az néha. Még gyorsan mondjuk el, hogy 8 óra környékén a hangcsapda játéknak az anyagát ki fogjuk tenni a Facebook oldalunkra, a Bocskor Facebook oldalra. Lesz esélyetek meghallgatni, úgyhogy ha majd adásba kerültök, ha sikerül, tényleg nem könnyű, akkor talán könnyebb lesz, illetve ott is lehet kommentben tippelni, és ez nagyon fontos, mert ki fogunk sorsolni egy bocsi zacsit a jó választadók között. Így van, tehát a hangcsapda már előtte a Facebook oldalunkra felkerül. Így van. És ha ott játszol, ha csak meg akarod hallgatni előre, mert aztán ugye nálunk 3-9 felé amúgy is lesz, az is lehet, tehát bármit csinálhatok ezzel. Jó, fú, nagyon sok érdekes SMS érkezik, de mindegy, Laci, most te jössz. Ó, gyerekek, van egy japán vállalat, én még nem hallottam ilyet, ők 500 000 forint körüli összeget felajánlanak neked, ha belemész abba, hogy egy hónapon keresztül bekamerázzák a lakásodat, a fürdőszoba kivételével mindenhol. A hálószobát is? A hálószobát is, a konyhát is, a nappalit is, minden helyiséget bekameráznak, és ezért fizetnek 500 000 forintot. Tehát, wow. Egy hónap. Egy hónap, olyan, mint egy valóságsó egyébként, csak ugye ott hát nem két esélyes, hanem sok esélyes a dolog, az, hogy a végén te a milliókkal távozol-e vagy sem, de itt van egy fix összeg. És mit akarnak tőlem? Tulajdonképpen, ahogy mondjuk a neten viselkedsz, tehát ahogy kattintasz ide, kattintasz oda, keresgélsz, azt ugye felhasználják arra, hogy mit hirdessenek neked. Ezek értékes adatok. Te regisztrálsz egy oldalra, ugye azt mondta, hogy ez ingyenesen van, de közben figyelik a tevékenységedet, és ők ugyanezt akarják otthon. Mit csinál otthon a jó Bocskor úr? Mi az, amivel őt be lehetne támadni, hogy mit tudunk még neki eladni? Mert a neten nem minden látszik, hogy te mire keresel, hanem ahogy otthon viselkedsz, és amit otthon csinálsz. Tehát gyakorlatilag reklámozás céljával, bizony, hogy neked testre szabott, személyre szabott termékeket ajánlat, kínálhassanak, azt nézik végig egy hónapon keresztül. De az csak rám érvényes. Ez nekik megér 500 000 forintot, hogy aztán, hogy megnézzük, hogy milyen narancslevet iszom. Hát lehet, hogy a korosztályból, az anyagi színvonalból, ilyesmiből ők tudnak általánosítani, és akkor ez már ugye egy minta. Tehát akkor én egy minta vagyok. Igen. Egy kiknek volnék a mintája, engem bekamerázzának egy hónapra? Kiknek volnál a mintája? Aha, tehát én melyik csoport vagyok? Hát egyedülálló, 50 fölötti, ezt jó, tudom én jó, is. Ilyeneket szeretne hallani. Jó képű. Így van, ilyeneket. Jó képű, a frizurájára sokat adó, öltözködésében. A prémium szót valóban egy csempészben. A prémium magatartásformák magáinak mondhatója. Minőségi bőr, autóban és saját magán. Igen. Például. Így, igen. Jó, és akkor ebből ők megnézzük, hogy ez a típus, ez a csoport, ami én vagyok, amit most a Laci leírt, milyen narancslét iszik. Mit csinál otthon igazából? Igen, mert az nem derül ki, hogyha mondjuk nem online vásárolod a narancslét. Nem az a lényeg, hogy mit csinálok, hanem hogy mivel csinálom azt, amit csinálom, nem? Valószínűleg, hogy gondolom azt, bár a fürdőszoba nem, az ugye tabu, tehát, hogy nem látja, hogy mivel most, meg ilyesmi, tehát, hogy valószínűleg csak de, a konyha, de azt hogy látja, mit eszik, mit néz. Mert a mosószert azt mondjuk a lakáson keresztül viszi be, de az egy dolog, tehát a tevékenység az érdekes. Tehát, ha mondjuk kiderül az, hogy jó Bocskor úr táncol a nappaliban délutánonként, amikor hazaér a munkából, akkor valószínűleg ajánlatokat fogsz kapni. Nem Tánccipőre? Tánccipőre. Ez nem igaz. 500 000 forintot ezért a hülyeségért nem adnak. Elküldenek a tudósok rokizni, na? Nem mennél? Majd meglepődsz, egyszer csak jönnek ezek a szalsza tanfolyamra a hirdetések. Na most töröm a fejem, hogy mi az, ami kideríthető rólam. Az deríthető ki például, milyen tévéműsorokat nézek. Az deríthető ki, hogy mivel főzöm. Tehát milyen, mit eszem általában, miket főzök magamnak. Jó, ez kideríthető. Milyen bort iszol. Milyen bort iszom, az is kideríthető. Igen. Hogy otthon elengeded-e magad, és mondjuk csoszokba járkálsz, mert akkor lehet, Miért az elengedem magam csoszogva járkálok, hát, ez hogy, ki? Hogy itt ilyen elegáns, ilyen Clint Eastwood-os a járásod? És otthon meg kicsit így leengedett vállal. Kicsit... Ebből mire következtetünk akkor? Hát, hogy milyen reumatikus krémeket kell neked hirdetni, mert majd előbb-utóbb jön a derékfájás például. Tehát minden összefügg mindennel. Aha, jó, értem. Jó, rendben. Akkor tegyük fel, egy hónapig bekameráznak téged, Gyuri. Jó? Jó, ott laksz a kis kommunádban, a hálószobádban már nem férsz be, mert ugye oda dobálod be a cuccaidat. Koszos ruhát, igen. A koszos ruhát, igen.
néha rendelsz valami kaját. Aztán azt is bedobom oda. Igen, a fürdőszobába a pizzás dobozok. Na mindegy, nem én akarom elmondani, hogy te hogy élsz. És... pedig ahogy te el tudod mondani, úgy senki. Na, jó. És mondjuk jönnek a japcsik, és leszerik egy hónap után a kamerát, jó? És azt mondják, hogy a te egy hónapos viselkedésed alapján kapsz egy ajándékpakkot. Szerinted abban mi lenne? Pizza kupon biztos. Szerintem valamiféle borozó utalvány is lenne benne. Igen. Mi lenne még? Sajt. Sikosító lenne? Ha, igazából jó, ha van. Akkor... Netflix utalvány. Gondolj, ruház testápolásra, ruházkodásra, fogyasztásaidra... De csak utalványokban abba utazol? Hát ajándékcsomagot adnak, vagy utalványokat? Hát pakkot, ajándékcsomagot. Ja, akkor prémium sajtokat biztos kapnék. De akkor ezek szerint azokat fogyasztod is? Igen. Igen, mert eddig csak ilyen Lidliseket láttam, ilyen fóliázottakat. Tehát, mert amikor te jöttél, akkor azt vettem. De hát, hogy a 320 forintos 400 grammos pakkot eszed minden nap. Akkor azt küldenek, igen, azt. Ezt akarom mondani, akkor nem küldenek egy prémium camembert. Érted, mert azt látják, hogy neki ez az igénye. Jó, hát akkor vennék egy-két prémium kamembert a kamera elé, és aztán a fürdőben, ami nincs bekamerázva, megeszem a pakkot. Ja, a fürdőszobában átcsomagolod? Megeszem az olcsó trapisztet a fürdőben. A dráka sajt fóliájába belerakod az olcsót, az jó? Laci, te? Az jó megoldás. Hát figyelj. Hát nálad ez egy családos élet, tehát... Abszolút. Hát nyilván a gyerekek oldaláról támadható a dolog. Ezt hogy érted? Hát, hogy nyilván ott a gyerekek felé, de most azon gondolkodom, hogy ők már tényleg nagyon, tehát a számítógépnél ülnek, tehát az lenne az egyik vonal, hogy játékok, a tanuláshoz én nem hiszem, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó küldene ajánlatokat, hogy megjelent az Új Történelem 8. Tehát ezt egyetem gondolom. Viszont nálunk minden nap van a nappaliban, néha kétszer is. Tehát lehet, hogy ott én kapnék mondjuk. Néha azt csak mondom, hogy ez nem a takarítónőtök tájföldről, hanem... És nem is valami fedő néha. Bár az lenne. Az mindig ott van Nia, ezt mondta. Ja igen, mert ezt már a hallgatók is tudják egyébként, hogy a feleségem ezt a Nia nevű táncot tanítja, és ott most online órákat tart. Igen, tehát akkor valamilyen ilyen stretch nadrágot küldene a feleségednek? Lehet, hogy stretch nadrág a feleségemnek. Nekem lehet, hogy füldugót, mert olyankor nekünk mindig el kell bújni a lakás másik részében. Tehát látnak téged kuporogni a kamerák, a feleséged a stretch nadrágban. Tényleg, amikor hazajövök a két spáros szatyorral, és tartja az órát, és a háttérben így lapulva el kell menni a fürdőszobánál a konyháig. Nem tudják a tudósok, hogy ez családon belüli erőszak, vagy mi ez a Nia, hogy te kuporogsz. Nem. Nem, nyilván nem az. Úgyhogy szerintem ezen a vonalon, tehát, hogy ott hogy hangszigetelés, ilyesmi, ezt tudom elképzelni. Tehát, hogy téged látnak így a szoba sarkában kuporogni, és a két tenyered a füleden, és várod, hogy vége legyen ennek a... Hát megosonni a fal mellett. Semmi felnőtt padlon. Tartalmat nem kapnál? Nem küldenének a csomagban semmi olyat, ami jó lenne? Felnőtt tartalom? Szerintem nem. Felnőtt tartalom. Felnőtt tartalom, amit egy csomagban el lehet küldeni. Hát de a Covid-nak a régi DVD-i. De az a baj, egy DVD lejátszónk van a nappaliban. Tehát jó, tudom, te írtod a gépeket otthonról, rendben. Nem, DVD lejátszónk az van. Nem tudom minek, de van. Jó. Na jó, fejezzük be ezt a témát, köszönjük szépen, 7 óra lesz 3 perc múlva, és folytatjuk a vakcina kérdéssel. Mert hogy hol állunk ma, vagy hogy állunk ma? Ugye eddig Pfizerről és Modernáról hallottunk, nem túl nagy mennyiség érkezett eddig az országba, ezt nyilván nagyon oltogatják nagy becsülettel. Ugye én is azt olvastam, hogy ilyen 96 ezer környékén van a beoltottak száma január közepén. Tehát hogy most azt számoljuk, hogy 200 ezeren egy hónapban, akkor ez elég lassú tempó. Igen. Nyilván ennek megvannak az okai, tehát hogy ez a közös kontingens az Európai Unióval, ez le tudja lassítani a folyamatot, meg hát az is, hogy ezeknek a gyáraknak a kapacitása azért véges, tehát nem tudnak olyan gyorsan egy világigényt kielégíteni. Aztán arról is szó esett, hogy pont ennek okán mi esetleg kínai vakcinából vásárolunk be nagyobb mennyiséget, annak viszont 79%-os a hatékonysága, vagy lehet, hogy rossz szót használok most. Na, ezt se értjük ezeket a számokat, a másik 95, akkor most pontosan mi a különbség. És pont ezért, hogy itt megértsük a dolgokat, egyrészt a kínai kontra Pfizer Moderna. Akkor olvastunk arról, hogy magyar vakcina is készülőben van, méghozzá az osztrákokkal kooperációban, hogy ezzel hogy állunk, illetve van-e értelme most nekiállni vakcinát fejleszteni a nulláról? Igen.
Igen. Így van. Miért nem lehet a Pfizer-től elvenni, vagy megvenni inkább a licenszet, hogy érted, nálunk itt van gyártási kapacitás, hogy akkor mi gyártsuk, és miért kell megvárni, míg nekik most vagy van áram ott Angliában, vagy Amerikában, vagy nincs. Ja, milyen durva lenne nekünk is, ugye Amerikából kéne a hamburgert rendelni, meg a sajtburgert azért, mert itt akarunk a Bécsi úton enni egyet. Így van. Na, ezeket beszéljük meg. Jakab Ferenc virológus professzorról, ő a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjának virológiai kutatócsoportjának vezetője. Nincs ekkora névjegy. Nincs, ez egy A4-esen van mindig. Tehát azért nagyobb a zakójának is a belső zsebe, hogy ezt oda tudja. Ez nem fér egy névjegy. Lerövidíthetjük a virológus professzornak is. Virológus professzor a Pécsi Tudományegyetemről. Egyébként ők azok, akik többek között a magyar vakcinát is már fejlesztik. Tehát hívjuk őt, és ezeket a kérdéseket feltesszük neki a hírek után. 7 óra elmúlt 13 perccel, jó reggelt újra mindenkinek, szia Laci! Hello, bocsi, jó reggelt! Hello, Gyuri! Jó reggelt! Jó reggelt, szia Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, nagyon érdekes témák lesz. Ez is érdekes, amit egy hallgató felvetett SMS-ben. Mm. Ezt most csak beolvasom, és tudom, hogy érintőlegesen már beszéltünk erről többször. Elmondom a sztorit, drága, szuper csapat, segítséget kérnék. 20 éves, idézőjelben nevelt fiam Idestova fél éve elvesztette a kapcsolatot a való világgal. Leérettségizett, majd 2 hónap után otthagyta a munkahelyét, mert idézőjel jogtalanul szitta le a főnöke. Azóta lassan belesüllyedt a virtuális világba 14 óra, ahol végre ő a menő, és sikert sikerre halmoz. Dolgozni nem akar, ha szólunk neki, arrogánsá válik, szeretnék segíteni, mielőtt késő lesz, de hogyan. Más is van így. Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem ez legyen egy téma, amivel foglalkozni fogunk máskor. Jó, szerintem nagyon sokokat érint, igen. Hát én is azt gondolom, igen. Én is azt gondolom. Plusz ugye pontosan ez a lockdown, ez a pandémia helyzet hozzátesz, még rátesz, még az ember nem tud mit kezdeni magával, nincsenek valós kapcsolatai, és otthon függővé válik akár a számítógéptől, akár a sorozatoktól, az meg egy óra múlva lesz témánk. De ha már itt tartunk, ugye pandémia, vakcina. Amikor elkezdődött ez az egész, ugye akkor nagyon-nagyon arra számítottunk, hogy meg fog jelenni, drukkoltunk a tudósoknak, megjelenik a vakcina, és az lesz a megoldás. Tulajdonképpen egy csapásra ezt a dolgot befejezi. Igen. És visszatérhetünk valamelyest, ha nem is ugyanahhoz, de az élethez, amit úgy szeretünk egyébként. Pontosan, és aztán nagyon-nagyon drukkoltunk, hogy ugye minél gyorsabban találják meg a megfelelő vakcinát. Ez meg is történt, tehát tényleg villámgyorsasággal, hogyha lehet ezt annak titulálni. Mindenféle megoldás érkezett, igen. Ugye most már itt van elérhető közelségben a Pfizer vakcinája, a Moderna, jelentkeztek az oroszok, jelentkeztek a kínaiak, különböző vakcinákkal, a Pfizer és a Modernából érkezett hozzánk, és most itt jön a lényeg, nem túl nagy mennyiség. Hát ez az. Tehát, hogy amit számot lehetett olvasni a sajtóban, ugye amit én már mondtam is, hogy január közepéig körülbelül 100 000 embert oltottak be, ugye 10 milliós országban vagyunk. Most hagyjuk is azt, hogy mi a hajlandóság arra, hogy az emberek oltassák magukat. Persze. De ugye az több szakember is mondta, hogy azért ilyen 60-70% kéne ahhoz, hogy kialakuljon ez a kívánt nyáimmunitás, hogy nyugisak lehessünk. Így van, ez a 60% nagyjából ezt említik, és azt is mondják, hogyha ilyen lassú tempóban érkezik ide a vakcina, akkor csak a veszélyeztetett korosztályt tartana egy évig beoltani, és akkor még nem beszéltünk a tömegről. Igen, egyébként, és a veszélyeztetett korosztály ugye nem feltétlenül, most bocsánat, ez lehet, hogy csúnyán hangzik, de hát a gazdaság szempontjából nem a veszélyeztetett korosztálya fontos. Ez nyilván csúnyán hangzik, de értem, hogy mondani akarsz, és akkor most jött a hét második felében a bejelentés, hogy hamarosan 1 millió dózis érkezhet a kínai Sinopharm oltóanyagból, a szállítás nyilván a magyar hatóságokon múlik. Ez 79%-os hatékonyságú vakcina. Ugye ezt is majd próbáljuk majd megérteni, mert ugye például a Pfizerről 95 körül a Moderna, lehet, hogy kevesebb, de 95 a Moderna, azt hiszem. Igen. Na, és ez egy hagyományos oltóanyag, mármint a kínai, azaz elölt, azaz inaktivált kórokozókra épül, ami a szervezetbe juttatva megtanítja az immunrendszert, hogy antitesteket termeljen a vírus ellen. Na, a hasonlóság, hogy az ellenanyagból 21 nap különbséggel szintén 2 adagot, azaz a második adagot is be kell adni. Na, és azt gondoltuk, hogy még mielőtt elindul egy újabb összeesküvés elmélet hullám, ezért kérdezzünk meg egy szakembert. Itt van velünk a Pécsi Tudomány Egyetem virológiai kutatócsoportjának vezetője, Jakab Ferenc virológus. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nos,
Először is beszéljünk a mutációkról, mert ugye mi most nyilván teljesen laikusan kérdezzük önt. Ugye itt egy angol, egy dél-afrikai variáns merült már fel, és hát ugye most miután a vakcina a fő témánk, azok a vakcinák, amelyek forgalomban vannak, és illetve amelyek majd még gyártásra kerülnek, jelen álláspont szerint az új mutációkra is hasznosak, vagy képesek működni? Így van. Először is ezt a mutáció fogalmat egy kicsit tegyük rendbe, mert valaki meghallja ezt most az autóba ülve vezetve, hogy úristen, itt vannak a mutáns vírusok, akkor ez nagyon nagy problémát váltott ki. Minden biológiai rendszernek a teljesen normális velejárója az, hogy változik, és direkt nem mutációt mondtam. Tehát mutálódik, változik. A vírusoknál sincsen ez másképp, főleg az RNS vírusoknál. Tehát alapvetően az, hogy egy RNS vírusnak a genetikai szerkezete megváltozik, ettől nem kell hanyat esni, ez egy mindennapos jelenség. A nagy kérdés az, hogy ez a változás, ez milyen irányba tolja el a vírusnak a megjelenését, fertőző képességét, terjedési képességét. Általában ezek szinte teljes mértékben semlegesek, ezek a kis változások. Bizonyos esetekben azonban elképzelhető, hogy egy pozitív hatással lesznek a vírus terjedésére. Ezt látjuk például most az angliai mutációnál is. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az úgynevezett tüskefehérjét kódoló génszakaszba egy halmozott mutációt szedett be ez a vírus. 6-8 különböző mutáció található most jelen pillanatban rajta. De még egyszer mondom, ez minden biológiai egységnek a velejárója. Fölreppentek a hírek, hogy akkor most a vakcina nem lesz jó, ez sem igaz. Ezek a vakcinák, ezek jelen pillanatban az S tüskefehérje ellen termeltetett vagy használt vakcinák, bocsánat, és alapvetően az S-fehérje, ez egy nagy fehérje. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas fehérje, ami van legalább 10-12-15 olyan úgynevezett antigén, domén, epitóp, amit az immunrendszer felismer. Na most, hogy egy mutáció, nagy változás következtében ebből a 12-ből mondjuk 2 kiesik, akkor még mindig ott marad 10, amit fel tud ismerni az immunrendszer. Tehát nem kell attól tartani, hogy a jelenleg forgalomban lévő és engedélyezett vakcinák nem alkalmasak ezeknek a mutánsoknak a kivétésére. Egyértelműen a válasz az, hogy igen. Na jó, akkor ez egy megnyugtató válasz erre. Beszéljünk egy picit a vakcinákról, mondom, folyamatosan laikus módon fogok kérdezni, hiszen nem is tudnék másképp, de eszünkbe jutott az, hogy miután jelenleg ugye a Pfizerről és a Moderna termékéről beszélünk, és hát nagyon akadozik itt az ellátás az Európai Unióban, bármilyen okból kifolyólag is. Miért nem lehet ezeket a vakcinákat akár úgy előállítani, hogy mi gyártjuk. Tehát, hogy vagy megvenni a licenszet a Pfizer-től, ez olyan, tehát úgy képzelem ezt, hogy mint például a Coca-Cola ugye a szirupot küldi Atlantából, és akkor itt ásványvízzel felhúzzák, és akkor itt lehet palackozni és terjeszteni. Tehát, hogy miért kell arra várni, hogy az angliai, vagy az amerikai, vagy a német gyártó kapacitásból majd ott a futószalagról lecsurogjanak ezek az ampulák. Miért nem lehet ilyenkor összefogni, és akár licensz alapján gyártani Magyarországon? Mert ez egyfelől az a kérdés, hogy eladják a licenszet, tehát itt kezdődik. De mondjuk tetsz, hogy igen. Én jelen pillanatban úgy tudom, hogy Magyarországon nincsen kapacitás arra, hogy RNS típusú vakcina gyártásába fogjon. Tehát ez egy speciális technológia, nagyon speciális gyártósor, nagyon szigorú higiéniás és tisztasági körülmények között. Tehát ez nem így van, hogy egy olyan vakcinát, amit emberekbe oltunk utána, az holnap utána sufniba így elkezdjünk ampulázni, és akkor utána van magyar vakcina. Tehát ez egy nagyon hosszú és bonyolult folyamat. Nyilvánvalóan ez egy nagyon jó irány, mert fel kell készülni rá egyébként, és úgy tudom, hogy jelen pillanatban is ugye a magyar vakcinafejlesztés és oltási kapacitás és gyártás növelése folyamatban van. De jelen pillanatban a legjobb tudásom szerint is az, hogy hozzá kell tennem, a legjobb tudásom szerint nincsen olyan technológiai sor, amely alkalmasra lehet arra, hogy ilyen bonyolult és egyébként harmadik generációs vakcinát gyártson. Ferenc, ez az egyik út, hogy a gyártást esetleg majd később szétdobni, de ugye Magyarországon is elindult a fejlesztés, és ebben önök is részt vesznek ugye egy osztrák biotechnológiai céggel. Ez melyik technológiára épül? Ez egy második generációs alegységvakcina, fehérje alegységvakcina. Ezt valóban a CEPI osztrák biotechnológiai céggel indítottuk meg ezt a fejlesztést meg az elmúlt évben. Jelen pillanatban a laboratóriumi kísérleteknek egy jelentős része lezárult, még egy-két kísérlet van vissza, és ezeknek az kiértékelése után döntünk az állatkísérletek megkezdésének időpontjáról.
ami feltételezhetően január vége, február eleje, közepe körült indulhat. Nem lesz ebből mostan vakcina, tehát mindenki azt szokta kérdezni, hogy akkor mikor lesz ebből beadható a vakcina, nem mostanában, mert az ez egy hosszú folyamat. De azt is hozzá kell tenni, hogy mi egy teljesen más síkon, egy teljesen más elven fejlesztjük ezt a vakcinát, a jövőre is nézve, de nyilván több műhelytitkot tekintetben nem árulhatok el. Mert hogy ez egy ilyen dolog, ugye, hogy ez gyakorlatilag ilyen copyrightja van ezeknek a dolgoknak, tehát hogy gyakorlatilag a gyógyszergyárak is konkurenciái egymásnak, és ezek titoknak minősülnek, amit egyébként mi nyilván felhasználók annyira nem kívánnánk, hanem azt kívánnánk, hogy a tudósok, a különböző laborok igenis fogjanak össze, és cseréljék ki az információkat azért, hogy gyorsabban tudjanak előrejutni. Ez egy teljesen naív felfogás? Nem, de ez ilyen például egyébként így van. Tehát az, hogy most egy bizonyos kísérleti fázisról nem beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy azért, mert hatalmas titok övezi, hanem egyszerűen azért, mert még nem forrott ki az a rendszer, az eljárás, ahol ezt meg fogjuk valósítani, és akkor fölösleges tulajdonképpen elkezdeni, ha meg aztán nem úgy fejezzük be. Tehát én azt gondolom, hogy itt a világ és a nemzetek most rettenetesen összefogtak. Én példanértékűnek látom azt, ahogy a nemzetközi kutatók is összefogtak, és egyöntetően elkezdtek küzdeni a vírus és a járvány leküzdése ellen. Úgyhogy én most ebbe itt ezt nem látom annyira. Rengeteg vakcinafejlesztés indult meg párhuzamosan. Nagy csodát nem lehet csinálni, mert vannak első, második, harmadik generációs vakcinák, valaki ezek közül valamelyiket fejlesztette, mi egy második generációsba álltunk bele, mert úgy gondoltuk, hogy ez már fejlettebb és jobb, mint az első, de nyilván a harmadik generációs nem tudjuk még hozni, ezért azt gondolom, hogy egy második generációs megállja a helyét. Mit lehet tudni a kínai vakcináról? Ugye az ember csak az újságban olvassa azt, hogy most a Pfizer meg a Moderna ennyit sikerült küldeniük, viszont a kínaiak nagyobb mennyiséget képesek küldeni. Ugyanakkor az emberek bizalma pontosan azért, mert hát ugye egy évvel ezelőtt Kína a WHO elől eltitkolta a wuhani vírus, illetve a fertőzés kitörését. Nem nagyon bíznak a kínaiakban, ezt most így állampolgári szinten mondom. Ön, mint szakember, mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy nincsen olyan, hogy kínai vakcina, meg orosz vakcina, meg német vakcina, van jó vakcina, meg orosz vakcina, vagy hatékony vakcina és kevésbé hatékony vakcina. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban beszélünk, hogy a Sinopharmnak két vakcina fejlesztése is volt. Az, amiről a felvezetőben is szó volt, aminek 75%-os átlag, mert a mértek alacsonyabbat is, magasabbat is, azt hozzá kell tenni, ez szerintem populációtól is függ, de mondjuk a 70%-os körül hatékonysága, ez abszolút jónak tekinthető. Én azt gondolom, hogy minden vakcina jó, amit az Európai Unió, a hazai hatóságok bevizsgáltak, engedélyeztek, és aminek a harmadik fázisi vizsgálatából publikus adatok, akár publikáció, akkor dokumentáció a rendelkezésre állnak. Innentől fogva, hogy vakcina jó lehet. Tehát én nem tennék különbséget, hogy most ez kínai vagy nem kínai. Persze, az egy más kérdés, hogy tudjuk, hogy a kínai előtt inaktivált vakcina az egy első generációs, tehát a hagyományos vakcinafejlesztési módszerekhez tartozik, de ettől még az nem baj, nem rossz. Tehát attól az még nem feltétlenül rossz. Vannak bizonyos területek, ahol például csak ezeket lehet alkalmazni. Például az AstraZeneca, a Pfizer vakcina, vagy a Moderna vakcina, és a folyamatos hűtési lánc miatt például nagyon nehéz eljuttatni olyan területekre, ahol igen meleg van, Afrika, trópusi területekre. Tehát ott például elképzelhető, hogy olyan vakcina sokkal hatékonyabb lehet, amelynek nem kell ez a nagyon bonyolult folyamatos hűtési lánc. Tehát szerintem a vakcina, pont ezért szép a történet, hogy vannak első, másod, harmadik generációs vakcinák, és mindegyiket ott kell és ott lehet alkalmazni, ami éppen leghatékonyabb az adott szituációban. Ez most egy abszolút érthető és logikusnak tűnik. Egy utolsó kérdés, ön is nyilván látja azt, hogy milyen tempóban érkeznek ide a vakcinák a különböző gyártóktól. Szerintem minden hallgatót ez érdekli, hogy nyáron tartunk-e mi Magyarországon már ott, hogy biztonsággal tudjunk menni nyaralni, hogy újra tudjunk érintkezni, el tudjunk menni étterembe, fesztiválokra, ilyesmi. Tehát az átoltottság nyára lesz-e már ilyen szinten?
Nézd, ezt most nagyon nehéz megmondani. Tehát az látszik persze, hogy néha akadozik, vagy néha kicsit lassabb jön a vakcina, de az is meg kell érteni, hogy gyakorlatilag iszonyatos mennyiséget kezdett el a Pfizer is most gyártani, meg a Moderna is. Ugyanis az AstraZeneca. Én azt gondolom, hogy ez be fog gyorsulni. Tehát amikor majd ez a folyamat beindul és rutiszre válik, és több gyártó üzemet és esetleg több kihelyezett részleget tudnak beindítani, akkor biztos vagyok benne, hogy ez beindul. Azt megmondani most, hogy mi lesz itt nyáron, azt szerintem senki nem vállalkozik erre, és senki nem szeretne jóslatokba bocsátkozni. Egy biztos. Attól, hogy vakcina van, és attól, hogy tömegesen elkezdünk, és ezt tömegeset én nem véletlenül emeltem ki, mert a vakcina az egyetlen megoldás ennek a járványnak a leküzdésére és megfékezésére. Tehát tömegesen elkezdünk oltani, ettől még a járványi intézkedéseket tartani kell, és nyilván az oltások gyakoriságával lehet folyamatosan visszavenni lépésről lépésre a járványügyi intézkedéseket. Tehát egy ideig biztos, hogy a kettő párhuzamosan halad, de kimondottan fontos és rettenetesen fontos az, hogy az emberek nagyon-nagyon gondolják végig, és nagyon gondolkoznak el az oltáson, mert kell, és mindenkinek javaslom, nem kell tőlük félni. Emberek, szakemberek, kutatók, orvosok milliói dolgoznak azon, hogy emberéleteket mentsenek. Ők azért vannak, ezért tették fel az életüket, ezért dolgoznak. Tessék oltani, mert ez az egyetlen megoldás. Nagyon szépen köszönjük Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományi Egyetem kutatóközpontjának, virológiai kutatócsoportjának vezetője. Köszönjük szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra! Viszont hallásra! Na, gondolom, hogy laikusoknak is érthető volt nagyjából. Jó. Csomó dologra válaszolt, amit egyébként az ember csak az abban ilyen feltételezésekkel, tehát nem nézel utána fogalmaknak, dolgoknak, hanem így feltételezésekkel. Ja, akkor az biztos úgy van kiegészített. Most tök jókat mondott a Jakab Ferenc erről. Úgyhogy szerintem ez segített sokat. Így van, és ugye az utolsó információ az volt, hogy ő úgy látja, hogy itt a gyártás az fel fog gyorsulni. Tehát ez gyakorlatilag a gyártás és annak megfelelően a szállítás és az oltások fel fognak gyorsulni, tehát nem ilyen lassú tempóban történik, mint ahogy az elmúlt egy hónapban mondjuk. Igen, meg az is egy jó szempont volt, amit mondott, hogy van az a vakcina, ami bizonyos területre jó, van, ami egy másikra, tehát ezeket is figyelembe kell venni. Úgyhogy hát előre legyen vakcina sok. Ez a lényeg, így van. Na jó, teljesen témát váltunk, tegnap felhívott drága jó barátom Big Daddy Laca. Na. Tudjátok, Gangstazor és a Kártelből, ő a Kártel. És... Nem. Jézusom. És azt hittem az és a. És a segítségemet kérte, és nyilvánvalóan segíteni fogunk. Az ő fia, aki 18 éves lett egyébként, Botinak, ő képzeld el, hogy a szülinapjára készítetett egy gyűrűt, amiben egy-két személyes dolog van, ezt majd el fogja mondani, apától, és a srác elvesztette. Közlekedett A-ból B-be, és valahogy átvette egy táskát, leeshetett az ujjáról, és elvesztette. Ez is gyűrű, tehát nem értékében olyan, tehát nem anyagi értékében, és ezért kéri a segítségünket, hogy ő elmondaná együtt pontosan, miről van szó, a fiú teljesen kétségben van esve, és hogyha valaki ezen az útvonalon látta, megtalálta, stb., akkor azt juttassa vissza. Hívjuk Big Daddy Lacát a hírek után, és akkor ő elmondja pontosan, hogy mit keresünk. 3-8 lesz 4 perc múlva. No, van egy balesetünk, Budapest az Árpád fejedelem út lezárva üzenik, az Árpád híd után a város felé. Tehát az Árpád fejedelem van lezárva, az Árpád híd után a város felé, mert baleset történt itt Budapesten. Jó, köszönjük szépen. Nos, az előbb ugye említettem, hogy szeretnénk segíteni Big Daddy Lacának, ő maga a Kártel, a Gangstazoli és a Kártelből. És itt arról van szó, hogy az ő drága fiának a 18. születésnapjára csináltatott egy speciális gyűrűt, egy ezüst gyűrűt egyébként, és Boti ezt elvesztette, és most itt próbálunk segíteni a keresésben. Szia Laca, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok, hello! Hello! Hívtatok, hello! Na, hát figyelj, nyilván persze segíteni próbálunk. Na, mesélj erről a gyűrűről, ugye 18. születésnapjára kapta a fiad, és ez egy teljesen speciálisan elkészített olyan gravírozással, ami csak kettőtökről szól, ugye? Igen, hát ugye gondolkodtam nagyon sokat, hogy mi lehet az a tényleg speciális ajándék, amit neki 18. születésnapjára tudnék adni, és ugye nekünk már nagyon régóta van egy közös számunk, ez a Cat Stevensnek a Father and Son című száma, ez egy nagyon érzelgős nóta, de tényleg mindig könnyed csal, és ugye amivel a Boti ugye zenésznek tanul, ugye a Bartók konzi végzőse most idén, és hát
mindig is mondta, hogy szeretne egy gyűrűt, aztán próbálkoztunk ezzel, azzal, de egyik se tetszett neki, és akkor gondoltam, hogy ez lesz a legjobb ajándék, úgyhogy a dalnak az első taktusát gravíroztattam én bele a gyűrűbe, úgyhogy violinkulcssal egy kereszte, hát tudod, ahogy kell egy kottát, és belőle pedig belegravíroztattam, hogy apától. És ugye izgultam, hogy tetszeni fog-e neki meg, hogy lesz, mint lesz. Ugye egy nagy képen is megcsináltam ezt a dalnak az első verzét, kinyomtattattam ugye az első verszakot kottába, alá az első verszak szövegét, és kettőnkről egy fotót alá. És hát úgy megérintette az ajándék, hogy percekig sírt meg. Na mindegy, nem akarom itt a szót fecsérelni, nagyon-nagyon örült neki, és múlt szombaton ugye próbám volt, és kirakták a srácok, egész végig megvolt az ujján a gyűrű, és kirakták az autóból a Délinél fönt a Tóth Lőrinc és Rágy György utca sarkán, és akkor így a Rágy Györgyön végig esétált alkotás, felszállt a metróra, leszállt a Keletinél, és igen, itt még egy térképen le is rajzoltad nekem, hogy a Rágy György utcán ment végig az alkotás útig, és akkor egy ilyen kis lejfnivel át a túloldalra az alkotás, és akkor ugye a déli pályaudvarra. És akkor itt ezen az útvonalon, ahol ő gyalog volt, itt veszhetett el? Hát sanszos, igen, mondjuk a Keletibe, mikor leszállt a metróra, akkor vette észre, de valószínű, hogy azon az útvonalon, mert ugye a nehéz szintjét vitte a vállán, és mondta, hogy egyik válláról így ugye átdobta a másik vállára, meg minden, és ugye nem volt rajta kesztyű, hideg van, ugye az embernek olyankor összébb mennek az ujjai, vagyis hát, hogy és így csúszhatott le, és hát szombaton már fölhívott kora délután, hát mondanom se kell, padlót fogtam én is, mert tényleg ez egy annyira személyes ajándék volt, és nyilván ez egy kis gyűrű, bárhol leeshetett, de esetleg, ha valaki megtalálja, az neki nem jelentett semmit. Nem csak azért, mert hogy ez is gyűrű, nyilván nem az, hanem benne vagy apától, meg egy kotta, szóval, hogy igazából, ha valaki esetleg megtalálja, és így, de már a Facebookon is csinált a Boti egy posztot, azt megosztották nagyon sokan, és bizakodunk, de mondom... Egyébként, hogyha véletlen, hát igen, az esélye nem túl nagy, de mégis, ha valaki megtalálná, hát akkor, igen, akkor mi ez a fórum, hol tudja ezt jelezni? Hát ez érdekes. Ugye? Ez a nagy kérdés. Igen, a kártel oldalunkra is fölírhatja, ott ugye rengeteg követőnk van, akár nektek is írhat, hogyha hallgatja a rádiót, nyilván... Hát hogyha a műsor alatt vagy... megérkezik, vagy akár holnap SMS-ben, vagy Facebookon, akkor persze. Mi ezt látjuk nyilvánvalóan, csak jó, rendben, akkor legyen így. Nekem is írhat, vagy nem, de igazából nem tudom, ez egy lehetőség volt, és nagyon aranyosak vagytok, hogy ezzel foglalkoztok. Ugye beszéltük tegnap, hogy nem sok esélye lehet, de hát ha. Mert mondom, igazából a Botit sajnálom nagyon, mert kettő napja sír, meg szóval tényleg őt annyira megérintett az ajándék, és pláne ez is. Hogy hát, igen, de az ajándék történet, amit most elmondtál, az is tényleg már engem is meghatott, tehát ez az apa, fia, dal, annak a kottája a gyűrűbe belevésve, ez egy közös valamitek apától 18. születésnapjára, hát, szóval. Tudod, ez úgy néz ki ez a dolog, hogy az ember azt gondolja, hogy ugye ez elkísérheti akár egész életén, és, hát, és méte akár még egy, hogyha nem lesz később az ujjára, akár nyakláncon is hordhatja bármi, mindig emlékezteti erre, hogy 18. születésnap, azért az mindenki. De ez decemberben volt, ugye? December 28, igen. De Laca, egyébként, ha most ez nem kerülne elő ez a gyűrű, akkor még egyet azért lehet csináltatni. Azért az még közel van, és ugyanúgy szerintem megmarad. Nyilván, persze. Csak ez a darab kell, hát nyilván. Persze. Hát a francia tudja, hogy néz. Nem, én abszolút értem, hát nyilván az kell, amik persze. Akkor, csak azt gondolom, hogy amennyiben nem kerülne elő, akkor gondolom, hogy az a jó megoldás.
Jó, hogy... persze, nyilván beszéltem az ötvössel, és ő is mondta, hogy úristen, Laca, csináltatunk egymásokat. Mondom, várjál, fussunk egy kör. Így van. Hát, ha, mert egyébként olyan nagy ereje van egyébként, egyrészt a ti rádiótoknak, vagy a műsorotoknak, mert egyébként tényleg zseniális dolgok történnek, meg annyira jól csináljátok ezt az egészet, hogy bánulj, meg egyébként tényleg ennek a Facebooknak is nagy ereje van, mondjuk róla bármit. Szóval, hogy tényleg. Jó, akkor még egyszer elmondom, hogy Budapesten, ugye a Rát György utcából indult el a déli felé a Boti, és akkor egy ilyen jobbra kanyarral itt az Alkotás útnál átment a másik oldalra, és ment a déli pályaudvarra, és ott szállt fel a metróra. És véletlenül ezen az útvonalon veszthette el. Igen. Jó. Laca, bármi van, akkor mi is jelzünk neked. Te is jelezzél nekünk, hogyha esetleg ennek hatására valaki bármit tud a gyűrűről, jó? Hogy akkor mi is képben legyünk, hogy jó, alakult jó, valahogy a dolog. Köszönöm szépen nektek. Oké, köszönjük, Laca, vigyázz magadra. Köszi, sziasztok. Szia, Big Daddy Laca. Köszi, nagyon jók vagytok. Köszi, szia. Na. Jó, hát remélem. Illetve hát a remény az... Hát ha, igen, ez másnak tulajdonképpen értéktelen, viszont az, hogy az apa-fia közti kapcsolat ez meg... Úgyhogy ha látjátok, gyerekek, tényleg, vagy valakinek a kezdet... Nem, de ez annyira megható, annyira helyes. Persze. És szép. Hát látod, hogy a gyermeket is, hogy megérintette, 18 éves srácot, tehát... Jó, ha lesz valami annál jobb, jön a Hungary Machine, jó? Bizony, megint van egy dalszövegünk, tudjátok, egy magyar dalnak a szövege, amit átfordítottunk egy idegen nyelvre, aztán vissza magyarra, és innentől kezdve aztán egészen más milyen lett. Föl kéne ismerni. Pontosan 0620-22-22-122.
a Retro Rádióban. Indul! És 8 óra lesz 8 perc múlva. Sziasztok, baleset az M2-es kihajtónál Budapest felé. Ezt is vegyétek figyelembe, drága korai közlekedők. Aztán sziasztok, bocsi, nagyon sok helyen lehet. Ja, ez oké, okay, ez nem. Nézem, hogy van-e még valami. Igen. Halleluja, kérlek, ha időtök engedi, köszönsétek fel rendszeres hallgatótokat, csodás édesapámat, Stall Sándort. Sándor. 67 éves. Bárki boldog lehetne, ha ilyen édesapja és papája lenne. Maradjon velünk még sokáig. Köszönöm szépen, Nikusz. Hát Nikusz, kívánom neked, és drága Sándor, neked meg nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen, Sándor. Igen. Jó, játszunk még hozzá az Anikóval. Hello, Anikó, jó reggel, szia! Sziasztok, szia. Üdvözöllek benneteket. Mi hol van, Anikó? Hát hogy vagy? Köszönöm, meg vagyok. Jól. Jól? Picit olyan megszeppentnek tűnsz ez azért, mert hogy rádióban szerepelsz, vagy amúgy is ilyen kis... Igen. Ja, azért, jó. Oké, honnan telefonálsz? Egerből. Eger? Igen. Van havatok Egerben? Hát, egy kicsi, igen. Oké. Okay. Jó, megbeszéltük Egert. Egeret. De hogy, mi a tárgy esete? Egert. Megbeszéltük. Egert. Tehát a... Egert. Egert, jó. Yeah. Oké, na jó, kezdjük el. Itt van neked a dalszöveg, nagyon figyelj. Remélem, hogy húha. Jó. Mm. Nem, de az ismert de. Ez a dal. Jó, akkor figyelj, jó? Anikó, megy. Vártam valakit, aki csak azt mondja, hé, akinek nem vagyok más, mint magam, csak a szíve sarka, régóta várakozok valakire, mint te, akikért nem érzek mást, csak villámcsapást. És még így is rímelt, na? Nem érzek más, csak villámcsapást, az valóban benne is van. Kérhetem még egyszer? Persze, figyelj. Vártam valakit, aki csak azt mondja, hé, akinek nem vagyok más, mint magam, csak a szíve sarka, régóta várakozok valakire, mint te, akikért nem érzek más, csak villámcsapást. Lehet ezt tudni. Anikó, szívesen megmutatjuk még egyszer, de mondd, ha van tipped, vagy valahogy tudunk segíteni. Tényleg eddig nagyon sokat tudtam közüle, de most úgy vagyok, hogy ez nem. Ez nem megy? Nem tudom, nem. Laci, tud segíteni? Ha valamit tudtok segíteni, akkor. Hát nekem ebben a dalszövegben mindig az volt a lenyűgöző, hogy azt hiszem, egy nőről énekel az énekes, akitől annyit vár, hogy azt mondja neki, hogy he. Igen. És egy nőtől ezt nem tudom kivárni, hogy azt mondja, hogy he. De ebben a dalszövegben ez van, és erről az elég könnyű megjegyezni, hogy aki csak annyit mond, he. Hát, sajnos. Nem? Jaj, de kár. Megmutatom, jó? Nem? Most már így, igen. Nem baj, Anikó, ma nem jött össze. Sajnálom. Hát, én is. De hívjál bátran máskor is, és akkor újra játszunk, hát, jó? Hát, ha akkor sikerült. Így van. Tényleg eddig mindig tudtam, és... Tényleg ezeket a dalszövegeket? Tudom, hogy azt szoktátok mondani, aki mindig tudja, az nem biztos, hogy tudja, de... Egy ember nem. Volt eddig, aki adásban is tudta, és mindig tudta, bár lehet, hogy nem mondott. Igen. Na jó, Anikó, köszönjük, elbúcsúzzunk, köszönjük szépen. Oké, szia. Hello. Ja, ilyenkor úgy sajnálom. Nem baj, a hangcsapdánál viszont lesz annyi segítség, hogy pillanatokon belül kikerül a Facebook oldalunkra, a Bocskor Facebook oldalra a feladvány, ott meg tudjátok hallgatni, ott is tudtok tippelni, ki fogunk ott is sorsolni bocsizacsi, de ha valaki úgy érzi, hogy csak az esélyét növelni adásban, akkor majd hívjon, amikor játsszuk a hangcsapdát. Tehát a Facebookon. Nem sokára a hírek után kint lesz a következő játékunk. Jó. Pénteki adást feltennétek-e a YouTube-ra? Ezt többen írták. Ez készülőben van, ugye? Tehát fenn lesz. Oké, akkor ez egy ígéret. És ilyenkor mindig bevadulnak a születésnaposok, és rajtunk keresztül szeretnek születésnapot kívánni. Én sose csinálnám ezt, soha nem rádiónk, én mindig személyesen köszönteném fel, vagy egyáltalán nem köszönteném fel. De akkor most legyen, miután Misi Németországban van, és az ő drága Kormos Andreájának szeretne boldog születésnapot kívánni, akkor ezt mi most átadtuk. Így van, boldog születésnapot, Andrea. Kedves
Andrea. Így van. Kormány. Jövünk vissza nem sokára, és hát én nem tudom, a Gyuriék rángatták elő azt a témát. És rángatták, ezt nem kellett előrángatni, minden nap beszélsz a sorozatról, amit nézel megállás nélkül. Igen. És függő lettél. Ki kell ezt mondani? De a sorozat arra való, hogy függő legyél egyébként, és én nagyon szívesen vagyok ennek a idézőjelbe vett áldozata, de egyébként tényleg erről lesz szó, hogy itt a pandémia alatt ugye egyre többen mindenféle ilyen streaming szolgáltatóknál sorozatokat nézünk, és valamelyik úgy beszippant, hogy a fal adja a másikat. És a Gyuriék meg azt mondják, hogy ők olvastak egy cikket, hogy ez káros. Igen, elsőre nálad sem volt fura, oké, persze mindenkinek van kedvenc sorozata, de amikor már igazából szinte csak arról tudtál beszélni, akkor már gyanúsá vált, és találtuk ezt a cikket, hogy egyébként az életre milyen kihatásai tudnak lenni, ha valaki sorozatfüggő. Igen, és ezért még egy pszichológust is beteztek a műsorba. Úgy éreztük, itt az ideje. De ez az én kezelésem lesz? Tehát csak hogy tudjam, hogy nekem mi a szerepem ebben a témában. Hát te leszel igazából mindenki előtt egy intő példa. Szeretnék Magyarország lakosságát megijeszteni, hogyha olyasmiket tapasztalnak magukon, ami Bocsival is történik, akkor lehet, hogy el kell gondolkodni, hogy sorozatfüggők vagytok. 8 óra 13 perc, jó reggelt újra mindenkinek, hello Laci. Hello Bocsi, jó reggelt. Gyuri, neked is jó reggelt. Sziasztok. Van egy gyönyörű a frizurád, még jó egyszer reggelt, mondom, jó reggelt. Köszönöm szépen. Hello, tényleg az? Tényleg jól nézel nagyon ki. Nagyon szépen, köszönöm. Jól van, gyerekek. Azt nézem, hogy a Gyuri ugye mindig előkészít bennünket arra, hogy milyen témák lesznek, amit ugye előre megbeszélünk, és most ez van ide téve elém, hogy pár hete Bocsit egészen elbűvölte a Homeland című sorozat, amiben a CIA elemzője Carrie Mathison mentális zavarral és családi problémákkal küzd, miközben a terrorizmus ellen harcol. Igen, ez van elé téve, és ennek a következő az oka, hogy Gyuri talált egy nagyon jó cikket erről, hogy a sorozatfüggőség az igen, hogyan alakul. És tulajdonképpen azért örültünk ennek a cikknek, mert tudunk beszélni arról egy picit, hogy veled mi van. Nem, igazából. Mi van. De mi az a sorozatfüggőség? A sorozat az nem arra való, hogy függjünk tőle? Tehát azért csinálják, nem? Nem feltétlenül. Az alkohol sem arra való, hogy függjünk tőle. De, hogy nem. Elhatárolódom. Nem, de miért a sorozat? Annak idején te függtél például a Schwarzwald Kliniktől? A Schwarzwald Kliniktől egy picit sem függtem, bár a kultúrkörnyezetembe illett volna. De nem tudtam függni Udótól és professzor Brinkmantól. Nem kapott el. Teszem hozzá, egyik Schwarzwald Klinik nem torkoldott a másik Schwarzwald Klinikbe, ha ezt még ötször el kell mondanom, hanem ugye ezek mind lezárt epizódok voltak. Itt, amit most ugye a pandémia alatt megtapasztalunk, ezek a sorozatok, amelyet kínálnak Netflix és társai, ezek ugye nagyon ügyesen vannak megcsinálva, mert kínálja magát, hogy a következőt is fogyaszd el. Ez olyan, mint a sósropi. Uh-huh. Tehát, hogy kiveszed a zacskóból, és megeszed. Mit vagy ilyen boldog? Hogy már úgy beszélsz róla. Hogy? A kis sorozatodról. Mint a sósropi, hogy nem tudsz csak egy pálcikát megenni a zacskóból, hanem megeszel ötöt. Igen, ezzel az elején még nem is volt baj. Láttuk, hogy fogyasztod ezt, mint a sósropit, csak amikor nagyjából már nem lehetett vele másról beszélgetni csak erről a sorozatról. Elkezdte marokkal kivenni a sósropit a zacskóból. Igen. Ugye ez volt? Hanyasával nézed a kis sorozatodat? Hát lassabban, mint te, mert ugye te voltál az, csak kimondtam ezt a néhány betűt, hogy Homeland, és onnantól az egész családodat ráállítottad, és most jóval később kezdted, és egyébként behoztál. Ma ott tartasz te, ahol én. De én kihagyok részeket. Nem hagysz ki részeket, te szép, nem hagysz, hazudsz. Te ma behoztál engem. Tehát engem lehet sorozatfüggővé, vagy Homeland függővé titulálni, de ma ott tartasz, ahol én. Azaz, te nagyobb tempóban nézed, mint én. Ha egy észrevételt, mint külső szemnek megengedtek. Nem vagy külső szem. Miért lenne az? Lacival még lehet másról beszélgetni, mivel hogy én nem nézem ezt a sorozatot, nagyjából én azóta nem tudok veled beszélgetni, mert néha mondasz egy kis CIA-s poént, amit én nem értek, így van. Megszűnt. A sorozat függőség egyik jelensége, vagy tünete az az, hogy bizonyos emberek nem tudnak hozzád kapcsolódni. Tehát ez a szociális kapcsolódása. De ezért kezdted el nézni, hogy kapcsolódhass. Én például ebben... Tudod, hogy neki minden vágya, hogy kapcsolódjon hozzád, ahogy a családjával nézetni kell a 24 órában, akkor megteszi, de persze. Figyelj, elkezdtünk sárdonét inni, elkezdtünk, nem tudom, sorozatot. A családod nézni. Most éli az én életemet? Igen, azért... Hát ez gyönyörű. Majd igen? Elmondom, hogy mik nem tetszenek belőle egyébként nekik, de egy csomó dolog igen. Igen? Laci, még ezt az üveggel mindenképp meg kell innunk. Muszáj. Még sárdoné és szex, tehát ez nem bírja a családod? Le tudnád osztani, hogy melyiket ki nem bírja? Na igen. Kérdezz nyugodtan, itt vagyok, én most inkvizícióban vagyok, úgy látszik. Aztán ugye már adásban is elkezdtél erről beszélni, igen, hogy a CIA ügynök szeretnél lenni. Igen, beszélni, nagyon tetszett ez beszélni, a munka. Beszélni, hát adásban zaklatja a CIA-t, hogy vegye fel.
Mi, hogyan zaklatom a CIA? Nincs olyan adás, amikor ne üzennél a CIA-nak. Igen, mert azonosultam a főszereplő nővel. Carrie Mathison. Mondd már meg, Léci, hogy a mentális zavarral küszködő terrorizmus ellen harcoló nő melyik részével azonosultál? Hát, hogy le kell feküdni veteránokkal. Igen. Ja, igen, mit akarsz még tudni? Imádom Carrie Mathison, miért? De mi az, ami Carrie Mathisonból mondjuk tényleg átvennél? Személyiségben. Na, ezt a tudást. Tehát most így elkezdhetek röhögni azon, amikor megkérdeztem tőletek, hogy ezeknek a kameráknak a képei valahol láthatók-e. Vagy hogyha rámutatok egy emberre az utcán, az ablakból, és azt mondom, hogy ezt hallani akarom, ezt a beszélgetést. Igen. A telefonján, akkor ezt be tudjátok-e kapcsolni. De hát nem, ez nagyon izgalmas. Tehát a CIA amúgy is izgalmas, mint munkahely. Van ugye neked egy CIA igazolvány? Természetesen. Tudnál mesélni arról, hogy az hogy lett? Nem volt eddig. Gondoltam, hogy kreálok magamnak egyet. Hogyan készült ez? Szóval, hogy fölmentem a Google-ba, igen? És azt mondtam, hogy fake CIA ID. Na hát azonnal egy csomót azonnal küldött. Jött a tech. Azonnal nem jött senki, jött egy csomó, hát látod, ilyen jó. Vízjeles. És akkor gondoltam, hogy abba belemontírozom az arcomat. Uh-huh. És akkor csinálok egy ilyen CIA igazolványt. Én ritkán láttalak téged számítógépet használni, ezt a telefonodon csináltad? Ott igen. Tehát a telefonodon a saját fotódat, igen. Egy fake CIA igazolványt, hogy bemozgattad, levágtad pontosan. A széleit. Hát egy maszkosat, bocskor maszkos fotómat raktam oda. Na, és a telefonod kijelzőjéről ez hogyan került a kis mágnes kártyád, amivel a rádióba is bejössz? Úgy, hogy gondoltam, hogy akkor ezt már mindenki lássa, hogy én ki vagyok. És átküldtem a Krisztinek, és a Krisztit megkértem, hogy a kártya méretben, hogy ezt nekem nyomtassa ki. Mire jó ez a CIA-s kártya? Ez mindennyit. Tehát amikor a felvezetőben... Mi volt a legdurvább dolog, amit kinyitottál vele? A lift, igen, ugye? Ha jól emlékszem. Egy üveg sárdoné. Nincs olyan rádió a hegyalja úton, amit ne nyitna ki. Tehát ez... Amikor a felvezetőben intő példának mondtalak, akkor erre gondoltam. Pont. De ez benneteket ennyire zavar? Igen, miért nem tudtok a barátaim lenni, és azt mondani, hogy veled vagyunk, bocsi? Ezért vagyunk most itt. Ezért beszélgetek a hátam. Itt van Gosi Gabi, igen. Akarját most kapcsoljon be? Hát nem tudom, Laci, még van esetleg kérdésed? Hát nem, szerintem ez bőven elég egyébként. Jó, hát ennyit akkor... tudni rólad. Jó, hát Gabi, ugye amikor pszichológiai kérdésekről van szó, akkor mindig őt kérdezzük, itt van velünk Gosi Gabriella, klinikai szakpszichológus. Szia Gabi, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt, és köszöntöm Gyurit és Lacit a kollégáim között, profi módon interjú voltak. Ez nem interjú volt, ez inkvizíció, de ismerem a CIA-nál ezt a műfajt, csak akkor lebilincselnek egy ilyen rideg szobában, akkor szoktak ilyeneket kérdezni. Igen, hát akkor már is az idealizáció és az azonosulás tárgykörébe léptünk bele, hogy most akkor a pszichológus kezdik el játszani a fiúk melletted, vagy az inkvizítort a CIA-nál. Na jó, de Gabi, tényleg egyébként, amiket most itt beszéltünk Bocsival kapcsolatban a tünetek, ezek valósak? Tehát itt sorozatfüggőségnél beszélhetünk ezekről, amit Bocsi hoz? Hát először is azért ez fontos tisztázni, hogy... Hogy te is nézed ezt a Homelandet. Hát ez a CIA-től nyilván engem is megragad, de hogy én azt gondolom, hogy fontos azt azért tisztázni, hogy mint diagnosztikus kategória az, hogy sorozatfüggőség ilyen nem létezik a BNO-ba vagy a DNS-be. Az addikcióknál viselkedészavarok vagy impulzus kontrollzavarok léteznek, illetve internetfüggőséget már bevezették, de azért a sorozatokra való ráfüggés az még nem orvosi kategória, de nyilván elkezdtünk már tárgykörben beszélgetni arról, hogy mi a normalitás és hol billenünk ki a normalitásból. Na és ezt hol lehet ezt a határt meghúzni? Hát azt gondolom, hogy itt nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy ahogy a Laci is mondta, hogy etológiai gyökerei vannak ennek, mégpedig az, hogy szeretjük tudni és ismerni azt, hogy a környezetünkben lévő emberekkel mi történik. És ugye az ember úgy van bekötve, hogy egy ilyen maximum 100 fős csoportra, mondjuk egy kis faluban élve, az ember mindig mindenkiről tud. A nagyvárosokban meg a mai modern életünk nyilván már nem erről szól.
De az, hogy a sorozatokban látott figurákkal és karakterekkel nem csak, hogy azonosulunk egyébként, hanem szintén már az életünkbe ismerősként köszöntjük őket, és követjük kvázi az életüket. A másik nagyon fontos dolog, ami egy kicsit így a ráfüggést, vagy a kötődést, ahogy a Laci is mondta, erősíti, ugye a kötődésre való igényünk, a másik emberhez való kapcsolódás, az alapszükséglete egy embernek, és itt az egyik csapda, ami a normalitásból ki tud billenteni, hogy utána tud-e kapcsolódni, például bocsi a többiekhez, illetve az ember a valódi szociális környezet, vagy egyre inkább a sorozatba való belecsúszás miatt elidegenedik a környezetét. Na jó, de itt még nem tartunk. Idegenedik, Gabi, idegenedik. Na jó, rendben, akkor maradjunk a normalitásnál. Egyébként a másik nagyon érdekes dolog, amit szintén azt a bocsi említette, ez a Zeigarnik hatás. A gestalt pszichológiában még a múlt század közepén rájöttek arra, hogy egy ilyen egyszerű megfigyelés mentén, hogy sokkal inkább emlékszünk befejezetlen dolgokra, és akár ilyen magasabb szintű kognitív funkciók is sokkal jobban működnek, ha valaminek nincsen vége. Amikor megérezzük ezt a vége élményt, amikor gyakorlatilag egy katarzison átmegy az ember, és van valami pont a végén, akkor azt utána elraktározzuk, de nagyjából el is felejtjük. És hogyha ez lógva marad ez a folyamat, akkor egyszerűen benne marad az embernek a lelkébe, sokkal inkább fölveszi ezt a fonalat, keresi a világba ezeknek a kifuttatását, az emlékezete is sokkal jobb. Például onnan vették észre, hogy azok a pincérek jobban emlékeznek gyakorlatilag kristálytisztán azokra a számlákra, amiket nem fizettek ki. Amik ki van fizetve, azután az emlékezet lapoz. Na most a sorozatoknak ugye a forgatókönyvírásában erre a Zeigarnik hatása abszolút építenek. Na jó, hát akkor ezért vagyok itt benne, de egyébként képzeljétek el, hogy itt jönnek közben az SMS-ek, azt, hogy a Csárdóné nem jött be, de a Homeland nekem is a kedvencem, az én a nagy kozáró fóvaros, de ő még jobb. Jó reggelt Istennek, bocsi, gyűlöllek a Homeland miatt. Pár hete említetted ezt a sorozatot, elkezdtem nézni, és nem szabadulok, semmi más nem csinálok lassan, imádom a műsorotokat, csók nektek, Kriszta. Ide esetleg behoznám azokat a dolgokat is, nem csak azt, hogy ugye követünk jó példákat, és ha jól van megírva egy sorozat, egyébként értéke is lehet. Egyrészt, hogyha ideális vagy optimális mennyiségben nézzük, akkor ad egy kikapcsolódást, ad egy szorongásoldást, ad egy megnyugtatást, sőt, mi több, hogyha felelősek az írók, akkor példákat is adnak, hogy a hétköznapi konfliktusainkban, amire ráismerünk ugye a sorozatokba, arra adjunk, vagy kapjunk példát. Itt Bandurának a szociális tanulás elméletét emelném ide, hogy hogyha egy tévén látok egy helyzetmegoldást, akkor is megtanulom, tehát nem kell feltétlenül, hogy a barátom vagy a szüleimnek a mintáját kövessem, hanem sokszor egy filmen látott megoldás is tud segíteni az embernek, vagy akár csak az ismerősség mentén, hogy a főhősökkel is hasonló dolog történik, mint velem az életemben, ad egy megnyugtatást, hogy nem vagyok egyedül a problémáimmal, illetve adott esetben bátorságot arra, hogy azért ez megoldható, és nincs itt a világ vége. Ugyanakkor a sorozatoknál kimutatták, hogy azokat, ahol egyrészt emeli a stressz hormont, ugye ez megint ez a fajta feszültség, amivel rá tudok szűkni a következő részre, illetve a dopamin rendszere is hat. Ez azt jelenti, hogy ezek azok a hormonok, amik a megelégedettséget és a boldogság érzetét hozzák az embernek. Ez az a hormon, ami megerősíti az embert abban a viselkedésben, amit csinál. Na most innentől kezdve úgy ezek a belső ópiátok segítik azt, hogy akkor a következőt is, meg a következőt, aztán hajnali 3 óra lesz. Igen, nálam ez nem áll fenn, mert azért szépen lefekszem 9:30-kor, sőt az utolsót, azt csütörtökön néztem, ugye azóta eltelt péntek, szombat, vasárnap. Most nézzel rám, Gyuri, kételkedve, de mondok neked olyat, akinek megmentette az életét. Sziasztok! A sorozatokról. Tavaly előtt nagyon magam alatt voltam szerelmi bánat miatt, öngyilkossági kísérlet közben az egyetlen dolog, amiért nem tettem meg, az volt, hogy kíváncsi voltam a Trónok harca befejező évadára.
Na, mi pedig az ráadásul nem is jó. Mert ez egy sarkos élethelyzet, és örülök neki, hogy így van. De ettől függetlenül még szokatlan. Hát szokatlan, de hát mert egyszerűen nem tudott úgy elbúcsúzni az élettől ez az ember, hogy ne tudja a trónok harcában, mi történik. És közben azért felépült lelkileg, nem, Gabi? Hát igen, bocsira, meg olyan hatással van, hogy a CIA sorozat nézése miatt, hogyha valakit vendégnek szeretnénk, akkor azt mondja, hogy ezt hozzátok be. Igen, de nem mindegy, hogy a sorozatoknak mely hatása, ezek a hatásoknak melyik része hogyan hat az emberre. Ugye itt ennél az úriembernél nagyon látjuk egyrészt a befejezetlenségnek, a lekerekítésnek a vágyát, kontra azt, hogy időt nyer a valódi megoldásba, és egyébként ez a másik kulcs, hogy ha csak nézzük azt, hogy mások mit csinálnak, attól nem lesz jobb az életünk, de hogyha elkezdjük belepörgetni a saját életünkbe, és tényleg megküzdéseket csinálunk, akkor abból minőségi előrelépés tud lenni, és ugye itt ez a hallgató azt tudta megmutatni, hogy avval, hogy időt nyert, és ugye ez nagyon fontos a szuicid állapotoknál és a szuicid krízisbe, hogyha meg tudjuk mutatni azt, hogy az időben, hogyha van támasz, segítség, akkor megoldásokra lehet találni. A bocsinál pedig sokkal inkább, mondjuk, ha behozhatok akár egy olyan elemet, hogy ugye az élet közepén az ember szokott azon gondolkodni, hogy milyen egyéb élet lehetőségeket kipróbálnak. 7 évente váltani kell. hogy vajon egy élet középi válságnak lehet ez egy olyan kimutatása. Abszolút. Abszolút. Az igazolványom már megvan, most már csak váltanom kell. Gabi, viszont be kell fejeznünk, nagyon köszönjük, hogy elmondtad. Ennyire kedvesen és tudományosan is tudomásomra hoztad azt, hogy életközepi válságban vagyok. Bármikor várlak szeretettel. Persze, tudod. Te elmondod, mi a bajom, majd utána elmegyek, és aztán kiveszed belőlem a bajt. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Köszi, szia! Köszi, Gabi, a segítséget! Gosi Gabriella, klinikai szakpszichológus. Na, mielőtt még gyalud le őket főni, nem bántottak ők. Hali, bocsi, tőled tudok erről, engem is benyelt. Tessék. Az év elején még röhögtem, mert van egy ismerősöm, aki hasonlít Brodyra, és Bodrinak hívják. Ezért szereplő a sorozatból, csak mondom. Másoknak, sziasztok! Én is néztem a Homelandet, amióta említetted, bocsi, amúgy sosem nézek sorozatot, járó szlovák srác üzente. Jó, itt nem erről lesz szó, hanem arról lesz szó, hogy most ti jöttök, drága hallgatók, mert kíváncsiak vagyunk, hogy milyen függőségeknek vagytok ti áldozatai. Tehát most olyan függőségről beszélünk, ami elsőnek talán nem is tűnik annak, és mégis nem bírsz ki egy napot sem nélküle. Köszönjük az obszén válaszokat, már dobjuk is a kukába őket, nem erre gondolunk. Tehát lehet az étel, vagy egy üdítő, vagy édesség, vagy valami, ami nagyon-nagyon érdekel, vagy egy szokás, amit mindig újra és újra és újra meg kell, hogy csinálj. Úgy érzed, hogy muszáj, nem bírod ki anélkül a napodat, ha az nincs benne. 0-6-20-22-22-122. És 3-9 lesz 3 perc múlva. Hát én nem tudom, hogy nektek... Vagy illetve neked, Laci, miatt a Facebookon? A Facebookon semmi, mert most a hangcsapda feladvány van kint, úgyhogy ja, nem akkor nagyon írtak, csak a megoldásokat legtöbben. Ami nekem gyönyörűek jöttek. Jó reggelt, kamionozás hétfőtől péntekig, majd hétvégén ugyanez, de szimulátorban, számítógéppel otthon. Azt folytatod? Igen. Azért az kemény. Az tényleg az. Függőség, a reggelen veletek indul, miután a gyerekek elmentek a suliba, hiányérzetem van hétvégén. Este muszáj mozognom, és ha új könyvem van, nem nyugszom, ami ki nem olvasom, csak ott jár minden gondolatom, ezt Nikusz írta. Aztán nekem a reggeli kakaó. Egészen addig nem tudtam, hogy függő vagyok, míg a dietetikus azt nem mondta, hogy abba kellene hagyni. 2 hete tiszta vagyok, de félek, hogy lassan megtörök a Birmingham üzente. Kakaó. Egy csomó gyereknek így indítják a reggeleit, tehát hogy valószínűleg ettől alakul ez ki. Lehet, hogy igen, ez a gyerekkorából nőtt bele ebbe a kakaófüggőségbe. Sziasztok, mi most fejeztük be az Ozark című sorozatot, ajánlom figyelmetekbe, naponta egyrészt néztünk meg, nem szoktunk rá, sajnos a tévé semmi értelmeset nem közvetít. Zsú, Ozarkot láttam, az nagyon jó. Igen? Tényleg jó, nagyon jó. Igen. A kislányom és a férjem ölelése minden nap feltölt, puszi nektek, Anna. Jó, hát ez tök fontos dolog, de ezt nem neveznénk azért függőségnek. Meg hát te nem is tudod, miről beszél. Persze. És, hiszen nincs kislányom. Így van. Mások kislányait kell ölelgetnem nyilván, hogyha kislányú lelésre vágyom. Ezért elvisznek az embereim.
Ja, nézd a CIA, és előbukkan megint. Belőled meg a... Mutasson egy igazolványt. Mások kislányait ölelgeti a László, én meg azt mondom, elvitettem, melyik a rosszabb? Ez kész. Fél évig nem ittam semmilyen cukros üdítőt, majd megittam egy dobozos kólát, és a következő éjszaka arra ébredtem fel, hogy kívánom a kólát. Gyalogáltam be a McDrive-ba, majd hetekig sóvárogtam a kóláért. Nehéz volt lemondani a mindennapi fogyasztásról, kakasúr, ezt nem is értem. Ez már-már összeesküvés elmélet szintű. Mert dolog. Hogy? Hát azért egy kólától? Függővé? Egy dobozos, egy cukros dobozos üdítőt, igen, egy kólát ivott meg, és onnantól ő függővé vált. Úgy, hogy évekig, nem fél évig nem ivott semmiféle cukros üdítőt. Elképesztő, nem? Hát igen. De, hát én nem hiszem, hogy azért egytől ez beindulna ennyire. Meg fél év nem olyan sok idő. Hm. Tehát szerintem te visszaeső vagy inkább. Na, hallgassuk meg a Tibit. Hello Tibi, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Tibi, hát hajnal 3 és 4 óra között. Mi szokott történni? Ez így van. Magamtól fölébredek, mint ha kialudtam volna magamat. Kimegyek, főzök egy kávét, megiszom, kiállok a teraszra, jó hideg van, iszok egy pohár sört, elszívok egy cigit, szétfagyok, aztán visszamegyek aludni. De ezt nem hiszem el. Minden hajnalban ezt elvégzed? Na persze. Ez hihetetlen. Ez most azon töröm a fejem, hogy mitől való függőség ez. Tehát, hogy neked van egy ilyen bioritmusod, amely felébreszt téged 3-4 körül, az-e a baj, vagy az, hogy egy cappuccino után megiszol még egy sört, és úgy fekszel vissza aludni, az-e a baj? Ha igen, akkor a cappuccinótól függsz-e, a sörtől, vagy a cigitől? Vagy ez a trió ad valami olyan élményt? Nem, annyira jó utána, olyan jókat alszok utána, hogy az valami hihetetlen. Mikor fekszel egyébként? A 10-11 óra körül. Aha, és mikor kell kelned? Fél hét-hét körül viszem a gyereket az óvodába, csak utána megyek dolgozni. És arra emlékszel, hogy ez mikor történt életedben először? Egy karácsonykor, akkor jó volt, hogy... Igen? Ja, jó volt, hogy most nem kell menni, nem kell kelni, meg mit, és megébredtem, és mondom, hát, iszok egy sört. Iszok egy sört, úgy se kell menni sehova, és az olyan jó volt, jól esett. Aztán ez így megmaradt. Másnap megint megébredtem, hát akkor ma is iszok egyet. És de most már kávéval kombózod, nem? Persze, az kell, mert éhes vagyok. Aha, tehát az viszi az éjséget. Aha. Azért ez eléggé fura és egyedi eset. És azért nem támogatunk senkit, hogy ezt a szokást kialakítsa saját magában. Tehát azért nem biztos, hogy jó ez, hogy csinálod. Tehát hosszú távon azért fene tudja az alvásodat megborítani, azért alkohollal folyamatosan. Tehát ez biztos, hogy nem jó. Hát valószínűleg nem az az egy pohár sör, amiben bele fog betegedni. Hát de mondjuk, ha rá pár órára autóba ül, akkor nem biztos, hogy az jó. Hát egy pohár sör az kiszáll. Tehát attól függ, mekkora az a pohár, nyilvánvalóan. Tehát, ja, csak egy pohár. Hát, ilyen kis pohárka, így van, egy pohár, azt szerintem ilyen, nem mindegy, nem tudom, hát ezt meg lehet nézni ilyen táblázatokban, hogy mennyi idő alatt. Jó, hát itt inkább én a szokásra gondolok. Igen, a szokás furcsa önmagában, igen. Na jó, van. Hát Tibi, ezt nem tudjuk megfejteni. Jó. Elhiszem. Ajaj, meg akar győzni. Igen, nem, ki nem próbálom. De nekem is szokott olyan lenni néha, hogyha én felébredek éjszaka, hogy valami, nem tudom, kell innom egy narancslevet, de még olyan is volt, hogy megittam egy energia italt, mert úgy valahogy azt kívántam, annak az ízét kívántam, megittam vagy egy felet, tehát egy fél energiaitalt, visszafektem, és tényleg, mint a bunda úgy aludtam. Úgy, teljesen. De hogy valami kellett, ami szokatlan, ami nem szokásos, ami nem az éjszaka közepére való, és akkor azzal megnyugtattam magam, de mondom, valamikor egy narancslé. Jó, hát kinek mi? Itt elmész bevásárolni, aztán rájössz, hogy zárva van, tehát valami kell, ami szokatlan. Igen. Na jó, Tibi, köszönjük szépen. Nem azt mondom, hogy tartsd meg jó szokásod, de hát, hogyha így tudsz élni, akkor élj így. Köszönöm. Köszi. Szia. Hello, sziasztok. Szia. Na, Gyuri teljesen kétségbe esett. Na jól van, hát lesz még egy csomó, de most mindenképpen játszani fogunk. Tudjátok, a hangcsapda kim van már a Facebook oldalunkon. Bizony. Ahol rengeteg kommentben megfejtették már. Nem mondjuk meg, hogy jó vagy nem. De sorsolni fogunk egyébként, akik ott kommentben hozzászóltak, és jót írtak, köztük is sorsolunk majd egy bocsizacsit. De játszani most adásban is lehet, hívjatok most 0620 22 22 122.
Hangcsapda. 9 óra lesz 9 perc múlva, hogy van még egy mániája. Kata férjének, Kata üzeni nekünk, hogy sziasztok, az uramnak mániája lett a fültisztító. Utazáskor is azt teszi el először, és minden fürcsi után kélyesen töröl. Ha kezd fogyni, rendesen rám telefonál munkából, el ne felejtsek venni. Beteg, üzeni Kata. Én abszolút vele vagyok Kata férjével. A fültisztító az egy zseniális dolog. Ne, tudom, nem szabad használni, mert... Ja, igen, igen, de igen. Az. De nekem is van egy technikám, hogy hogy nem tolom bele, mint ahogy a reklámokban mutatják, hogy beletolod a cuccot a fülbe, és... Tömöríted, nem szabad. Igen, Gyuri? Te is úgy felülről csinálod, és akkor úgy... Felülről vagy oldalról, nem tekerem, hanem mit csak kifelé tekerem, mintha kicsavaroznám. Ó, és a kanyarintós, az is jó. Kanyarintós? Igen, mert akkor nem letömöríted, hanem... Igen, igen, igen. Ja, olyat is csinálok, így van. Ugye, gyerekek? Na, lehet ez. De szerintem ezt csak azok terjesztik, mert egyébként mondjuk a fülorgégészek is mondják, de többnyire azok terjesztik, akik el akarják adni ezt a sprét, amit a fülbe spriccelsz, és akkor majd kifolyik a füled. Én attól félek. Persze, én is félnék, a sárga folyadék kifolyna a fülemből. Láttam. A nyakamra is ide ráragadna, és a Gyuri azt mondja, mi az a sárga csík a nyakadon? Úristen, mindjárt elhányom magam. Tényleg. Mi van, Anett? Nem, végre valaki rajtam kívül. Nem mondd azt, amit ilyenkor szoktál csúnya szorokat. Álljatok már meg. Hát azért van egy határ. Ezt nem kéne átlépni itt fültisztítás témában sem. Te szoktál rám szólni, amikor ilyenekről beszélsz. Játszhatunk? Parancsolj! Köszi, itt van velünk a Henny. Hello Henny, jó reggelt, szia! Jó reggelt! Szia, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Na Henny, honnan telefonálsz? Budapestről. Hú, hát sokat törted a fejed, mi? Hát nem, most jelenleg dolgozok, de amúgy Szigetszentmiklóson. Ja, amúgy Szigetszentmiklósi vagy. Aha. Jó, kezdjük el a játékot szerintem, mutatjuk a hangot. Hú, még nem hallottam, hogy mit vágtunk össze, de amikor nincs összevágva, akkor nagyon jellegzetes. Figyelj! Hát én úgy fogom, tényleg tanítani tervezve vagyok, fogok. Mert hogy arra úgy, de a én tanár az gott, én nem, hogy én készül, akkor a tóék nem így, vagy akkor én egy kvázi leélni a tanár, de nem, tehát az élet döntött, így vagyok, és akkor én már úgy, az így. No. Itt vagyok. Parancsol. Igen, mi is. Hát Henny, azt kérde megfelelni, hogy ki lehetett ez az úr. Minden együtt hát van. Hát nekem a tippem Puzsér Róbert. Hát én itt terveztem, hogy én tanár vagyok. Tehát én akkor én már arra úgy készültem, hogy én tanár vagyok, és hogy akkor én így fogom kvázi leélni az életemet, hogy tanítani fogok. De az igazgatóik nem így döntöttek. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Henny, válaszál, Gyurinak átadlak. Gyuri, vedd át Hennyt. Milyen ajándékot szeretnél, Henny? Hát először is a bocsizacsit, meg szeretnék egy bögrét, meg hát egy maszkot. Nagyon jó. Szeretem, hogyha valaki ilyen magabiztos, és nem nekem kell kimondani, hogy bocsizacsi. Úgyhogy küldjük. Jó, oké. Oké, köszönjük szépen. Szia, Henny. Szia, sziasztok. És aztán majd kommentben írjuk azt is a Facebookon, a helyes megfejtők közül kikapta a bocsizacsit. Helyes, jó van. 9 óra lesz 6 perc múlva, és Voga tanár úr nekünk túlélési tippeket akar adni. Ami tök jó, csak nem tudom, hogy ezt a saját tapasztalatából szedi össze, amiket most nekünk itt át akar adni, azért neki van gyakorlati készsége, mondjuk. Igen, meg mi se tudtuk igazából, hogy nekünk szükségünk van túlélési gyakorlatokra vagy tapasztalatra. Igen, ugyanakkor az ember tényleg képes eltévedni az erdőben. Tehát még egy ilyen pici országban is, mint mi, mint magyarok, képes vagy eltévedni az erdőben, és akkor vajon mit csinálsz? Főleg, hogy nincsen térerő, stb. GPS, ilyesmi nem áll rendelkezésedre. Kész a baj. És akkor eszünkbe jutott az, hogy hát igen, Bear Grylls dolgait kéne követni. Nekem például, hogy ne fagyj meg a sivatagban, a legjobb trükkje az volt, amikor felboncolt egy tevét, és belefeküdt. És ezt sem mondjam? De. Ő szeretett amúgy állatokba bújni. Emlékszem, én egyszer egy fókát láttam, hogy azt felhúzta, mint egy trikót. Az is nagyon igen, olyan is volt. Nekem a tevés volt a kedvencem, belebújt a tevébe, és akkor megvárta a másnap reggelt. Na jó, de hogy Vokci tulajdonképpen hasonló Bear Grylls trükkökkel akar-e bennünket gazdagítani, vagy valami teljesen speckó Fejér megyei ötletei vannak, ez majd kiderül, hívjuk Voga tanár urat a hírek után. 9 óra 9 perc van, jó reggelt újra mindenkinek, sziasztok, hello Laci! Jó reggelt, bocsi, hello! Gyurinak is, hello! Jó reggelt! Jó reggelt, Anettnek! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Na, hát még mindig a függőség témában érkeznek az SMS-ek. Valaki ezt írja, hogy a Homeland 7. évadához, amit nálunk forgattak, tőlünk vittek kelléknek szemüvegeket, állványokat, nagyon izgalmas volt részt venni, üzeni Kornél. Jé! Én nem tudtam, hogy Budapesten is forgattak. Wow. Én sem tudtam. A hanyadik résznél vagy a 7. évadban? Nem tudom, a hanyadik résznél vagyok.
Na 6-7, hát még akkor lehet, hogy az utolsó részekre bejön Budapest. Hú, igen, mert szó volt Budapestről. Na mindegy, ez már a mi belső dolgunk. Vannak még függőségek, ezt figyeljétek, ez gyönyörű. Julcsi üzeni. Napi szintű, nem káros függőségem, hogy minden nap hallgatok Viki Dál Gyulát. Bocs. Érdekes. Nem tudom, puszi Julcsi. Julcsi, lehozni erről, ha kell. De nem kell lehozni, szerintem sem. De hogy ez mi? Tehát Gyula hangjában van valami olyasmi, ami megnyugtat, vagy ami újra és újra arra késztet, hogy egy újabb dózis kell naponta, vagy van egy dalod tőle, ami nagyon megérint, és mindig azt a dalt hallgatod. Tehát vagy Gyula hangja-e az, vagy egy dal? Ez érdekelne. Lehet, hogy minden más zenétől kiborul Julcsi, vagy fölborítja a napját, és Gyula hozza vissza őt a null szintre, tehát a megfelelő állapotba. Simán lehet. Mm. Sziasztok, a függőségem, ami több mint 30 éve minden nap tart, a szoba ablakból történő esti nézelődés. Miskolc és a Bükk látképe megunhatatlan, és minden nap más üdverika. Na hát, ha van mit nézni, az jó. Igen. Igen, az szép, persze, hát az teljesen rendben van. Na jó, ez a vikidálos dolog érdekelne. Minden Júlcsi, ha hallod, akkor majd írd le részleteiben, de addig próbáljunk meg túlélni, és ehhez Voga tanár úr ad nekünk segítséget. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban. Voga processzor úr! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello, vakcikám, jó reggelt neked is! Viki Dálhoz nekem van hozzátenni való. Légy szíves! Én is szoktam tőle hallgatni például a magyar himnuszt, azt kitűnően énekli. Jaj, aztán most ironizálsz, kérlek, barátom. Dehogy is, ma már nem tűnik ez annak. Aztán a másik egyszer velem akart, a következő történt a Total Car nevezeti szórakozó helyen, ahol éppen ők léptek fel, és nekem egy barátom kísérte őket, és ezért én ott voltam, mint tiszteletbeli tag, akármi nem érdekes. És amikor végén fizetni kellett, ott mindig írd a többihez, és akkor fizetni kellett, képzeljétek el, 36 dinnyelikört akartak kifizettetni velem, mert összekeverték az én számlámat a Viki Dál Gyulájé. Nem. Hát lehet, hogy mondom, ennek ez a kemény ember dinnyelikört. Azt a rohadt tőlelve. Lehet, hogy ez a gyönyörű hangjának a titka, a dinnyelikört. És látod, hogy hozza az ember ugye a saját karakterét, és akkor mit iszol erre, hogy még egy dinnyelikört csak. Hát ez szörnyű. Na jó, ennyi, csak egy kis adalék. Köszi, ez volt ott, mondjuk, aznap volt ott más is, persze, természetesen. Na, hát igen, itt vannak a Fejér megyei jellegzetes túlélési típjeim, illetve hát nem ezek ilyen precedens értékű dolgok, és kezdjük először is a válvölgyben, hogyha sétálsz, ugye elég gyakran előfordul, hogy befordul egy jeges medve a sarkon, ugye? Tehát mi a teendő jeges medve támadás esetén? Tessék, halljam a tippeket tőletek. Várja, jeges medve ugye éhes, azt tudjuk. Mert ugye a jégen él, és a jégen általában nincsen kaja. Na akkor, tehát... Mit teszel? Ott állsz szembe a jeges medvével, és... Topogok, ott a jeget török. Jeget törsz. Hát nem tudsz jeget törni, mert ugye ahhoz nincs elég erőd. Cikcakban kell futni. Mit? Hülyeség. A jegesmedvénél nem futsz te gyorsabb, hogy a jégen, az biztos. Na gyerekek, akkor igaz. Elmondom, igen, őt a született. Tehát a következő. Marha egyszerű a dolog, ez egy precedens értékű helyzet. Az illető lekapta a sapkáját és odadobta a jegesmedvének. Most a jegesmedve ez egy túlmotivált idegbeteg idióta, és ez elkezd foglalkozni azzal, amit te odaraksz elé. Na, és akkor tud a csócsája, szagolgatja, tépegeti a sapkát. És a fazon elkezdte levenni magára a dolgokat, és gyakorlatilag lenyomott egy striptiszt a jegesmedvének, és ahogy dobálta le neki a cuccait, így időt nyert, és mindig hátrébb tudott menni, és elérte a csónakot, és a csónakjával el tudott menekülni. Ez egy ilyen rendes, igazi történet. Csak azt nem értem egyébként, hogyha én jegesmedvével találkozom, ott nincsen meleg, tehát ott nyilván eléggé hideg van. Igen. Jó, hogy sok ruha van rajtad, mert ez szóval tudott tartani az illető macit. De ahogy szabadulsz meg a ruhától, egyre inkább lelassul a mozgásod, gondolom, hát, -25-30 fokban. Meg azért, már úgy... tehát tényleg azért a jegesmedve, azt most úgy képzeljük, hogy amikor a csónakkal te eltávolodtál 2 méterre, akkor így azt mondja a jegesmedve, a francba nem tudok úszni. De ez a hülye elúszott. Igen, hát elég jól úszik a jegesmedve. Igen, meg nem tudom, hogy én elkezdenék-e vetkőzni, ha nincs csónak a közelben. Tehát azért, amennyire ismerjük az északi sarkot, az nagyjából egy nagy lapos jégtábla. Igen, tehát, igen. Hogyha a jegesmedve elszórakozik egyébként
a prémium síruhámmal, akkor én lehet, hogy 200 méterrel odébb tudok menni mesztelenül. Igen, de igen, aztán igen, mi van? Olyan, a Maci marha boldog lesz, mert nem kell levetkőztetni, hanem egyből ki vagy bontva, tehát azonnal nekiállhat a lakomának, igen. Hát nem, hát figyelj, gyerekek, az milyen az ember? Mindig időt akar nyerni, mindegy. Hát figyelj, ha nyersz ezzel a vetközéssel... Ez szép mondat volt maga. Milyen az ember? Mindig időt akar nyerni. Igen, hát persze. Miért? Egyre tovább akarsz élni, stb. Tehát igaz, ezzel nyersz, mit tudom én, egy 5 percet az életedből, az alatt még akármi is történet, megjelenik a mentőhelikopter, akármi, érted? Vagy megdöglik a medve. Bármi. Érted? Szívrohamot kap. Na, nézzük egyébként, jó, egy másik jellegzetes helyzet. Barna medve támadásnál. Ugye hát minket... Szlovák miatt nagyon kell vigyázni. Jó, hát azért mentem, az egyszerűbb szintén. Bár jövök a fehér az összetett. Na, tehát Szlovákiában nálunk ez adott volt, mert mikor oda jártunk síelni, annak idején még pandémia előtti korszakban, vagy időszakban, akkor mi megkérdeztük mindig a szlovák vadászokat, erdészeket, hogy mégis hogyan viselkedjünk, mert ugye Szlovákiában azért nem ritka dolog, azért az ember medvével találkozik ott a hegyekben. És akkor azt a tanácsot adták nekünk, hogy hát ugye ezeket hagyjuk, ezeket a, mit tudom én, a domboldalba 45 fokos szögbe balra rézsút kell lefutni, mert azt a medve nem tudja, ez a hülyeség, hanem nekünk egy nagyon praktikus tanácsot adtak, azt mondták, hogy kenjük be magukat ürülékkel. Ez van nálunk, persze. És énekeljük hangosan a szovjet himnuszt. Semmi, gyerekek, ezt a hülyék komolyan is vették. És akkor a vadászok messzről nézték a magyarokat, hogy nézd oda, a szaros magyarok ott óvigatják a szovjet himnuszt. És hát igen, de egyébként ez a ürülékkel való bekenés, ha nem vittél magaddal mondjuk, akkor nem probléma, mert szerintem meglátod a medvét, azonnal lesz nálad, tehát az biztos, igen. De általában azt kell csinálni ilyenkor, hogy ki kell nézni, tehát olyanokkal menjél el sétálni az erdőbe, akik esetleg rosszabbul futnak nálad. Tehát mindig legyen neked egy olyan előny, legyen kit hátrahagynod. Nagyon praktikus tanács. Ez esetben nem úgy a farkas támadásnál, mert a farkas támadásnál nem szabad elfutni a farkas elől, mert a farkas ugyanis üldöző típus, tehát ő arra az áldozatra ugrik rá, aki menekül előle. Tehát, hogy a társaságban vagy, és farkas jön, vagy farkas csapat, te kucorodjál le, maradjál egy helyben, várd meg, míg a többiek elfutnak, azokat levadásszák, és akkor te életben maradsz. Próbálj meg minél természetesebben viselkedni, és a többieknek azt mondani, hogy meneküljetek. Igen, vigyázz farkas, fussatok, helyes. Igen, ez a helyes eljárás. Hát hogyha, ez mondjuk szerintem a jól lakott farkasnál jön be, tehát a éhes farkas az megörül neki, hogyha nem kell utána futni, hanem ott helyben lekucorodsz, és felkínálod magadat kajának. Itt valaki is azt írja, és nem tudom, hogy ez most a jeges medvére, vagy a barna medvére vonatkozik. Azt mondja, a fenekébe dugod az ujjadat. Az piszkosul nem szeretik, és ott hagy. Ez működik cápánál és krokodilnál is. Én cápánál úgy tudom, a szemébe kell dugni az ujjadat. Hát utána! Nagyon utálja. Varna Macit is közben kérdezgetett. Hát igen, egy kicsit ragyás itt a proti. Hát igen. Jó. Meg kéne ezt nézetni, Jegesmedve úr. Kéne menni egy igazi proktológus, igen. Na hát, és akkor van még egy elég jellemző dolog, bár ez nem olyan gyakori, a jávorszapos támadás, ami szintén egy Fejér megyei specialitás. Igen. Hát itt egy érdekes tanácsot adnak, azt mondja, hogyha a jávorszarvasra találkozol, és úgy látod, hogy nem tetszel neki, akkor bújj be egy fa mögé. Igen, ez nem rossz egyébként. Figyelj meg. El tudom képzelni, hogy az agancsával nem feltétlenül tudja úgy körbe. Ugye, középre veszi az agancsá, persze, így van, és nem tud mit csinálni. Nem. Rossz a periférikus látása, most ez hülyén tűnik, hogy te beállsz a fölmög, és a periférikus látását használja, de tudod, a jávorszarvasnak így oldalt van a szeme. Tehát neki befele is van periférikus látása, illetve nincs neki. Tehát aha, érted? Van egy ilyen üres zóna, és ha te bebújsz a fa mögé, akkor a fa neki kiesik, érted? Jávorszarvas holtterébe kell kerülni. Így van, pontosan, ez az. Ja. És nem ilyen nagy a fejek, a szemei szanaszét vannak két oldalt, ezért ő középre nem nagyon lát.
Na, hát ez akkor tök gyerekek, jó. Ezek után bátran sétálhatok bármelyik Fejér megyei erdőben. Olyan nagy baj nem érhet benneteket. De aztán vannak ám itt hétköznapi dolgok is, például, mit tudom én. Át akarsz kenni a zebrán, és látod, hogy az autó, ami közelik feléd, annak a szélvédője, azon visszatükröződik a napsugár. Akkor ne induljál el, mert akkor valószínűleg a sofőr nem lát téged. Te most már nagyon-nagyon komoly vagy. Ugye? Igen. És ha nem látod a sofőr arcát, akkor sem menjél le. Tehát mit tudom én, mert akkor lehet, hogy nincs az autóba sofőr például. Vagy nincs arca. Vagy éppen lehajolt az égő cigarettája, amit lehetett. És ezért csökkennek az esélyeid a zebra átkelésnél. Tehát ezeket érdemes betartani. Vagy üldöznek az utcán. Azt javasolja a szakirodalom, hogy az első ember, aki jön veled szembe, ugorja nyakába és sugd a fülébe, hogy téged üldözik. Ezt el tudod képzelni, bocsi, mész az utcán is a nyakadba ugrik valaki, mit csinálsz? Úgy vágom a falhoz, hogy ne tudd meg, tehát nem hinném, hogy ez egy jó menőkörösi forma. Utcán de egyébként a krimikben sokszor lehet ilyet látni, hogy valaki nagyon nagy bajban van, nem is ugrik rá, nagyon nagy bajban van, és egy cetlire, mondjuk, vagy egy szalvétára, bármire ráírja, hogy hívja a rendőrséget. Most te mész Fehérváros, valaki oda nyújt neked egy cetlit, vagy bedül a zsebébe, és megy tovább, a zsebedbe is, elolvasod, hogy hívd a rendőrséget, te hívnád? Bocsi, ismersz. Oké. Okay. Úgy tépném össze, hogy lássa a papírt. Egyébként érdekes, hogy a túlélési szempontjából a segítségnyújtásról elég rosszakat ír az illető, tehát hogyha megállítanak, senki ne segítsél, mert ott egy nagy szívás van. Megkérdezik tőled, hány óra? Vagy lecsatolod az órád, és odaadod neki, ez az egyik, ugye háromben így szokták. A másik meg az, hogy ne nézz le az órádra. Érted? Tehát akkor nem tudom, mit gondol, hogy a napállásokban mondnak neki, hogy hány óra. De én sem szoktam szóban állni azokkal, amikor nyitott csomagtartónál megérdeklődik tőlem a fiatalember, hogy hány óra. Igen. Szóval ezt felejtsük el. Istenem, te egy csomagtartóból vettél már árut? Tehát nekem, én egyszer már tényleg annyira egy edénykészletet, egyébként pontosan az Újlipót városba, tehát nem egy elhagyatott benzinkútnál, próbált rám beszélni egy lelkes fiatalember, és egyszerűen nem tudtam lerázni, már beletette a csomagtartómba. Tehát ott volt... volt kulcs. Nem, hanem én ott valamit pakoltam, már nem tudom, és ő tette bele, hogy ez akkor enyém, 2000 ér. Na mondom, akkor 2000 ér tényleg, de már 20 percet vitatkozunk, mondom, 2000 ér tényleg elviszem. És csak akkor... hogy le tud csukni. 2000 ér tök mindegy. És akkor, persze. Ja nem, hát euró. Oh. Mi? 2000 euró? Euró, igen. Atya úr is. Mondom, te normális vagy? 2000 euróért, hát az ugye, nem tudom, akkor volt 600 000 forint. Semmit nem, és pakoltam ki az összes ilyen hülye edényét. Ah. És képzeld el, hogy én, aki tényleg ugyanolyan vagyok, mint te, nem azt mondom, hogy bedőltem, mert nem dőltem be, de egyszerűen bele tudtam keveredni egy olyan helyzetbe, hogy volt 8 darab lábos és fazék és minden a csomagtartóban. Hogyan? Hogyan? Na hát, ez a tipikusan, ez abban a pillanatban, amikor pakolok én valahol csomagtartóban, mit tudom én, a multi környéken, és valaki közeledik hozzám, és elnézést, húzz innen, ne gyere ide! Ne gyere ide, megöllek! Igen. Így, frankon. És ezzel megúszod azt, hogy oda jöjjön, érted? Tudod, ez a nem tudna segíteni, meg ne gyere. Tudom, nem. Abszolút ismerés, én nem tudok ennyire bunkó lenni, de igazad van. Ide. Én ilyen bunkó vagyok ilyenkor, hidd el nekem, mert rájöttem az összes sztoriból, hogy ezt kell csinálnod, külön meg gáz van. És hangoskodnod kell, és üvölteni vele. Így van. De egyébként meg is tenni. Ja. Na aztán vannak így még egyéb tippek is bocsánat, ezek a szokásos, hogyha például szívroham esetén, ezt praktikusnak találom, ugye azt tudjuk, hogy köhögni kell, ez az egyik, a másik meghoz, hogy aspirint kell porrá darálni és azonnal bevenni, hogyha nincs nálad ugye a szívrohamhoz megfelelő tabletta, akkor az mert aspirin van nálam, ugye? Tehát ez... Na, hát aspirin miért ne lenne? Az meg mosár. Általában. Akinek szívroham közeli állapotban van, például, mit tudom én, akár én is, tehát 60-on túl az illetők, azok általában szednek valamilyen vérhigítószerű cuccot, azt kell porrá őrölni, és azonnal bekap. Szétrágni, és bőnyállal lenyelni.
vagy vízzel, mit tudom én, ha van a közelben. Jó, Vokci, ez most már szomorú, ezt hagyjuk. Igen, még vidám, ugye szokták csinálni azt, hogy égve hagyják a villanyt, hogy azt higgyék, hogy itt otthon vagy, meg mit tudom én. Aha. Most már csak oda törnek be, ahol ég a villany. Mert tudják, hogy azért hagyták égve, mert nincsenek otthon. Na, zárásként el kell, hogy olvasok egy SMS-t. Bocsánat. Na, még egy búvárkódásnál, hogyha hirtelen eltűnnek mellőled a kis halak, akkodjanak, hogy valaki közeled. De ez nálunk is volt, emlékszel, bocsánat, amikor kint szivaroztunk a sátor előtt Afrikában, mikor rövid ideig ott éltünk. Igen. És akkor a kis állatok elfutottak előlünk, akkor szóltak nekünk, hogy gyerekek, húzzatok be sátorba. Létezik, hogy jön a Leó úr. Hát a Leó úr, igen, aztán ott volt, hál' Istennek, a Banita sátor környékén. Be is kopogott a sátorba, igen. Na, Pöpi a Hentes üzeni, ha elütött az autó, várd meg, még odajön a sofőr, és dugd a fenekébe az ujjat. Akkor is. Az ő sem szereti. De az a baj ezzel, gyerekek, ezekkel a tanácsokkal, hogy amiről eddig beszéltünk, ez marad meg mindig. Bármi történik veled. Mi a teendő, akkor a lezuhansz a szakadékba, és jön a mentő serp, amit a dunkesegére. Képzeld el, mi lesz ma, hogy valaki bemegy a drogériába, és azt mondja a biztonsági őr, hogy menjen ki. Jaj, fogamond, szeretnék Vokci. Egy ilyen tanácsadói rölet. Mit csináljak akkor, hogy kérem szépen a következő. Hagyjuk abba, én azt gondolom, hogy ez mégiscsak többször fordulhat elő itt veled, vagy Székesfehérváron, mint a jegesmedve támadás, tehát a Pöpi a Hentes tanácsát mindenki fogadja meg. Köszönjük szépen, Vokcikám, és okay. Csőkutya! Csőkutya, sziasztok! Jaj, sírok, komolyan mondom. Jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, és ez a sorozatfüggős téma volt, ugye hát beszéltünk arról itt a Covid idő alatt, amikor ugye nem mehetünk sehova, rengetegen rácuppannak különböző sorozatokra, így vagyok ezzel én is, én aztán engem beszippantott a Homeland, és akkor innentől ti ezt bajosnak éreztétek. Igen, elkezdtél úgy viselkedni, mintha valójában szerepelnél ebben a sorozatban, na, pedig azért. Tájékoztatlak most is, hogy nem szerepelsz benne, de hogy jobban tudjunk érvelni, segített nekünk egy klinikai szakpszichológus, Gosi Gabriella. 10 óra lesz 6 perc múlva, egyelőre még nem tudjuk, hogy ki követ bennünket, de majd megmutatja az arcát, vagy egyszer csak bejelentkezik, és akkor mi is rácsodálkozunk. Na, viszont kaptunk egy ajándékot, egy doboz, mindig imádjuk, amikor doboz kell kinyitni. Kedves Bocskorsó, ez így egy levél mellékelve. Kedves Gábor, Laci, Gyuri és Anett, fogadjátok nagy szeretettel tőlünk ezt a litofán lámpát, amit nektek készítettünk, utólagos engedelmetekkel a képeket az internetről és a Facebookról szedtük. Kis használati útmutató, az izzót csavarjátok a foglalatba, és a kockát tegyétek a tetejére, kis távirányítóval tudtok színt váltani. Nagy rajongóitok vagyunk, gratulálunk a műsorhoz, és köszönjük a rengeteg szórakoztató percet, amit tőletek kaptunk. Üdvözlete Juhász Laci és Juhász Gergő. Köszönjük. Ami szépen. Nem egyenlő a te Gergőddel, feltételezem. Nem, remélem. De ez egy nagyon helyes kis asztali lámpa, tényleg színváltós, és minden... Litofán, azt gondolom, ami nyom. Hatással összefüggő. Igen, ez látszik, hogy szerintem 3D nyomtatóval készült, ez aha. Úgy látszik az egész összetételen, és így baromi ötletes. Nem tudom, hogy 3D nyomtató, inkább, mintha valamiből ki lenne valami vájva, vésve, karcolva, és ezek a mi arcaink egyébként, meg ugye a retro logója, de baromi jól néz ki, ilyen pici asztali lámpa, hát egy újabb darab, most már annyi minden van. Igen, lassan belakjuk a stúdió teljesen, tehát plüssállataink vannak, kosárpalánk van. Óra van, ugye, igen, a logónkkal. Lesz most már litofán lámpánk. Van ernyőnk a McLarenestől. Ezt is berakjuk ide a stúdióba, hogy a többi műsorvezető lássa. Igen, ő nem szeretik az ilyeneket. Ezért tekerik el mindig az én fejhallgató erősítőmet. Tényleg. De minden reggel. Ilyen egérhangod van benne, nem? Annyira eltekerik. Nem? Hát én nem tudom, de nagyon-nagyon minden reggel ezzel küzdünk, pedig rá van írva, hogy ne gyújj hozzá, de nem ez a lényeg. Mária és sorozatfüggőség üzenik SMS-ben. Amióta elérhetőek a Bocskor adások képpel, esti tévézés helyett megnézek egy-két korábbi adást. Nem baj, ha láttam már többször, mindig jót derülök a fázós nyakú Bocsin, a füles néha hajráfként használó Lacin, a két fa ágon ücsörgő néma bagoly mögül ferdén ülve feleltetésre váró Anetten. Zseniális.
De a leghatalmasabb a Gyuri, aki úgy állott, mint egy jól lakott napközis a menzán, akinek nem jutott szék. És dülöngél. Ezt Totti Zalából üzente nekünk. Zseniális. Most látom, Izza érkezett meg egyébként. Igen. Ebben a pillanatban. Hát egyébként elmondhatjuk Totinak, hogy már forog a második évad, és óriási epizódok lesznek. Ami igen, a Bocskor műsorból. Törői CIA és Tekkinek mindent nyitó plasztik kártyájával is csodálatos állat, Jóci a Bordiller. Köszönöm a ma reggelt, amit a Facebookon nem küldök, azt itt megkapjátok. Nagy ölelés, kíváncsi vagyok, Gábor, milyen ragasztó, büszke vagyok rátok, legyen csodálatos napotok. Aztán Vokcitól szeretnék, Vokcitól szerintem ma tanultok a legtöbbet. Köszönjük, viszlát, üzeni a McLarenes. Minden helyzetet megoldó cselekvés. És sziasztok, feldobtátok a hétfőt, didergősből forró lett, közpuszi Kata. De jó. Na, hát akkor érdemes volt ezt a napot is nagyon megcsinálni. Jó van, köszi Anett. Köszi, puszi, sziasztok, holnap találkozunk. Így van, hello Laci, Gyuri. Hello Bocsi, köszi. Sziasztok, illetve Gyuri, hát te tudod, mit kell tenned most. Viszlát. Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6-tól folytatódik a Retro Rádió vadonatúj reggeli sója. Vadonatúj reggeli sója. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval a Retro Rádió.